Sziasztok, kedves nézőim, csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek Oberonnal együtt, aki gyakorlatilag végszóra megérkezett ide az asztalra, és a saját kis vizes pohara helyett rögtön az enyémet szemelte ki, és Domcsa jó szokásához híven gyakorlatilag rögtön azzal is kezdte a mai streamet, hogy igyak, úgyhogy eleget is teszek ezen kérésének. Egészségetekre, a te egészségedre is, Obika. Marcipános Milka írja, hogy szia Bét, szia Marcipános Milka, és tényleg üdvözlök mindenkit itt a ma esti streamben, ami a látnivalót illeti, az biztos, hogy 100%-ban a képregényekről fog szólni, és nyilván viszont mivel képregények vannak előttem méghozzá rengeteg, ezért nyilván képregényekről is fogunk beszélgetni, ugyanakkor nyilván most is teljesen nyitva áll a chat, bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, bármilyen témát be lehet dobni, amiről szeretnétek beszélgetni. Aki esetleg nem volt itt tegnap délelőtt, annak tudnia kell, hogy tegnap délelőtt a beszélgető streamben arról volt szó, hogy a szombat esti programom az lesz, hogy szépen becsomagolok 100 darab képregényt, és a stream közben kiderült, hogy vannak emberek, akik kíváncsiak lennének arra. Ez itt Oberon volt. Nem én voltam, Oberon volt. Rálépett a nem tudom milyen billentyűzetre, és átváltotta a képernyőt. Szóval Oberon, arra szeretnének kérni egyébként, hogy egy picit nyugodj meg, helyezkedj el, ne lép rá a billentyűzetre. Hál' Istennek ki lett váltva a jutalomfalat, úgyhogy egy tökéletes káosszal kezdődik ez a stream. Csodálatos zárása lesz ennek a hétnek, hogy megbolondult a macska. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy kiváltottad. Irengard, a juti falatot meg is lett a hatása. Közben látom, hogy Kongfen is bekövetett, úgyhogy üdvözlünk a köreinkben, Kongfen. Igen, Obika, hogyha szeretnél további juti falatokat, akkor ismét vissza kell jönnöd ide. Gyere szépen, gyere. Legyünk túl ezen már az elején ennek a streamnek. Gyere szépen, gyere, cica, gyere ide. Igen. Ja, Istenem, ez a macska. Szóval, egy juti falatnál tartunk, még 4 van hátra, és lerúgsz mindent az asztalról, elképesztő vagy. Godzilla hozzád képest lófasz. Tessék, ott van. Oberon, komolyan, úgy csinál a macska, minthogyha másfél órával ezelőtt, mikor hazaértem, nem az lett volna az első, hogy kapjon enni. Ott van az orrod előtt, edd meg szépen, csodálatos, elképesztő, hogy mire vagy képes, tényleg. Nézd, ott az utolsó. Na, megkapta a cica a jutalomfalatokat. Nyilván az utolsót, amit eldobtam neki, azt nem találja, mert hogy szerintem egy picit már vaksi lett így 16 éves korára ez a macska, úgyhogy most egy darabig ott el lesz a háttérben. És igen, tehát hogy visszatérve az eredeti témára, tehát ugye tegnap délelőtt a beszélgető streamben megemlítettem, hogy a szombat esti programomnak azt szántam, hogy becsomagolok 100 darab képregényt tartó fóliába, és kiegészítem őket kartonnal, és erre kiderült, hogy vannak emberek, akik ezt szívesen néznék, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a foglalatosságomat átrakom ma estére, úgyhogy itt láthatjátok mellettem, itt van egy hatalmas kupac képregény, nem tudom, hogy ez 100 darab-e, de egyébként simán lehet, itt van 100 darab tasak, és itt van 100 darab karton, és közben egyébként Kongfel látom, hogy írta a chatben, hogy egy only macskás stream is működne, úgy érzem, és hát az igazság, hogy csütörtökön már volt egy only macskás stream, csütörtökön konkrétan 10 órától egészen ilyen, nem, bocsánat, valamikor ilyen
4:10-től egészen 4:06-ig Oberon streameltem itt a csatornán, rá volt irányítva a kamera a kuckójára, és lehetett nézni, hogy a macska alszik-e, vagy kimászik enni és inni, és hát zajos sikert arattunk, főleg akkor, mikor elindítottam a robot porszívót is, hogy valami történjen egyébként a lakásban, úgyhogy csodálatos volt az Only Obi, az Obi Fans stream. Sajnos ezt a videót egyébként nem lehet visszanézni, ugyanis arra gondoltam, hogy csütörtökön, hogy nyilván feldobom a videót egy kis zenével, és a YouTube-on választottam egy copyright free tracklistet, viszont ezen a tracklisten voltak olyan zenék, amik jogdíjasak, amik természetesen fentűntek a Twitchnek, és le lett némítva a videó, úgyhogy, és jelölte a Twitch számomra, hogy legalább 8-10 alkalommal volt olyan szám, ami copyrightos, úgyhogy inkább töröltem a videót, hogy nehogy az legyen belőle, hogy valamiért azt gondolják, hogy adnak nekem 3 copyright strike-ot és törlik a csatornámat. Úgyhogy sajnos az Obi Fans videó nem nézhető vissza, viszont lehet, hogy a héten tartok majd egy újabb ilyen macskás streamet valamelyik nap, amikor dolgozom, és akkor lehet pótolni az élményt, majd megint lesz robotporszívó, meg rá lesz irányítva a kamera egyébként a cicának a házikójára, és lehet izgulni, hogy vajon a macska kijön-e a házból, vagy ismét végig alussza a napot. Na kérem, hogyha esetleg van valaki, aki nem volt itt a korábbi streamek során, amikor egyébként erről a képregény csomagolásról volt szó, ugye az van, hogy én egészen így a 2010-es évek közepéig rendszeresen vásároltam amerikai képregényeket, amerikai képregény füzeteket. Így a 2010-es évek közepén fejeztem be a papíralapú képregények vásárlását, mert hogy elképesztően sok van. Tehát, hogy nagyon sok helyet foglalnak, és most nagyjából ilyen 1400-1500 darab közötti képregény füzetem van, és idén januárban eldöntöttem, hogy ezeket a képregény füzeteket elkezdem abszolút normális módon tárolni. Eddig is vigyáztam rájuk, szépen be voltak sorakoztatva ilyen papírdobozokba, de úgy gondoltam, hogy adok nekik extra védelmet, úgyhogy eldöntöttem, hogy mostantól ne bánsd az egeret, Obika. Tudom, hogy cica vagy, de ne bánsd az egeret. Szóval eldöntöttem, hogy minden hónapban vásárolok 100 darab tasakot, illetve 100 darab merevítőkartont, és szép sorban minden hónapban 100 darab képregényemet becsomagolom, és úgy rakom őket vissza a polcra, hogy időtálló módon tudjam őket tárolni, meg hogyha esetleg pakolászom őket, vagy költözni kell, vagy bármi bekövetkezik, akkor ne sérüljenek. És hát konkrétan ma estére ez lesz a program, hogy elkezdek 100 darab képregényt becsomagolni. Tehát, hogy addig fogom csomagolni a képregényeket, amíg el nem fogy a kezem ügyében egyébként a tasak és a karton. És na jó, úgy módosítom ezt a dolgot, hogy legalább 2 óra hosszán keresztül fogom ezt csinálni, mert hogy fogalmam sincs igazából, hogy miközben beszélek, és miközben streamelek, vajon mennyi ideig tart 100 darab képregénynek a becsomagolása. És nyilván nem azt kell nézni egyébként, hogy én itt képregényeket csomagolok, hanem most is akárcsak a korábbi alkalmak során, nyilván szeretnék veletek beszélgetni, kíváncsi vagyok a véleményetekre mindenféle dolgokkal kapcsolatban, szóval tényleg lehet bedobni témákat, lehet kérdezni, én meg közben mutogatni fogom nektek, hogy milyen képregényeket csomagolok évbe. Ez például a Ultimate Spider-Man-nek a 44. száma, és azt kell tudni, hogy ebben a stócban itt Ultimate Spider-Man-ek vannak szinte végig. Ugyanis az elmúlt hónapokban gyakorlatilag hiába van május, ez a 4. alkalom, hogy van egy 100-as csomagom, úgyhogy eddig a korábbi alkalmak során az Amazing Spider-Man képregényeimet csomagoltam be, és most jutottunk el a Ultimate Spider-Manig, és azt kell tudni, hogy én a Ultimate Spider-Man 44. számánál kezdtem el vásárolni ezt a képregényt. Ez valamikor egyébként a 2000-es éveknek, hát ilyen 2004-2005-ben járhatunk, valamikor akkor adták ki ezt a képregényt, és nagyjából
Ebben az időben már vásároltam az Amazing Spider-Man-t, és egy ponton úgy döntöttem, hogy elkezdem vásárolni a Ultimate Spider-Man-t is. Ugye a Ultimate Spider-Man-ről azt kell tudni, hogy ezt a képregényt a 2000-es évek legelején kezdte el kiadni a Marvel, és eredetileg egy minisorozatnak szánták. A minisorozat azt jelenti, hogy alapvetően egy ilyen összesen 6 képregény füzetben újra elmesélték Peter Parkernak a történetét egy alternatív univerzumban, de mármint azt a történet, hogy hogyan vált pókemberré, de hogy a modern korban, tehát hogy itt már vannak mobiltelefonok, meg mindenféle, tehát hogy ugye Pókember karakterét eredetileg a 60-as években alkotta meg Stan Lee és Steve Ditko, és konkrétan 40 évvel később úgy döntött a Marvel, hogy megpróbálják az akkori fiatal közönséghez is egy kicsit közelebb hozni Pókember karakterét, de nem az eredeti Pókembernek a sztoriát rebootolták, meg kezdték újra, meg alakították át, hanem létrejött a Ultimate Spider-Man, aminek az első 6 száma konkrétan arról szólt, hogy Peter napjainkban, és akkor most ugye a 2000-es évek elejéről beszélek, hogyan szerzi meg a képességeit, és hogyan válik belőle Pókember. Na de, ez a képregény egyébként akkora siker lett, olyan sok fogyott belőle, annyira szerették az emberek, hogy a Marvel úgy döntött, hogy nem minisorozat lesz, hanem ongoing, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden hónapban megjelent egy új szám, és elkezdték újra mesélni Pókembernek a történetét egy teljesen másik univerzumban. És egyébként ez a Ultimate Spider-Man képregény egyébként annyira sikeres volt, hogy konkrétan elindította a Ultimate univerzumot, tehát hogy a Pókember után külön képregény kapott az X-Men a Ultimate univerzumban, külön képregény kapott a Ultimate univerzum bosszúállók csapata, külön képregényt kapott a Fantasztikus 4-es, és voltak mindenféle crossoverek, meg minden. És tényleg, tehát hogy őrületesen nagy siker volt ez a 2000-es években, és ez a siker egyébként nem tartott örökké, ugyanis valamikor, ha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen 2016 tájékán a Marvel gyakorlatilag megszüntette a Ultimate univerzumot, volt egy ilyen nagy esemény, aminek a részeként konkrétan az összes így univerzum törlődött, és csak néhány hős menekült meg, és nyilván ezek a hősök aztán egy sztori során visszaállították a rendet, de hogy a Ultimate univerzum ettől függetlenül megszűnt, és Miles Morales annyira népszerű karakter volt egyébként, hogy őt átemelték a 616-os univerzumba, az eredeti Marvel univerzumba, ahol Peter Parker a pókember, és ekkor történt meg gyakorlatilag az, hogy ugyanabban az univerzumban, tehát a 616-os számú Marvel univerzumban egyszerre két pókember lett, a Peter Parker féle pókember, illetve a Miles Morales féle pókember. Dwarf kérdezi, hogy ez a Ultimate valami képregényes dolog, amit csak a fanok értenek. Nem, a Ultimate az konkrétan egy alternatív univerzum volt a rengeteg Marvel alternatív univerzum közül, ami nagyon sokáig sikeres volt, és utána egyébként egy ponton úgy döntött a Marvel, hogy megszüntetik. Tehát, hogy ma már nem létezik a Ultimate univerzum, viszont a Ultimate univerzumot elindító Pókember utódja, Miles Morales átkerült a hivatalos Marvel univerzumba, mert hogy azt kell tudni, hogy a Ultimate képregényekben, tehát a Ultimate Spider-Manben Peter Parker meghal. Azaz, hogy igazából eljátsszák a halálát, mert hogy Peter Parker meghal, Miles Morales átveszi a helyét, aztán néhány tucat füzettel később kiderült, hogy valójában Peter nem halt meg, hanem csak eljátszották a halálát. Szóval ez volt a sztori, és hát nyilván lehet, hogy már lényegében ez is vezetett oda egyébként, hogy végül a Marvel úgy döntött, hogy megszüntetik ezt az egész univerzumot, mert már össze-vissza volt minden. Nyilván egyébként a Peter Parker halála ezekben a képregényekben egy nagyon jól sikerült sztori, pont nemrég adták ki magyarul a Marvel nagy képregény gyűjtemény részeként, és egy tök jó sztori, de
utólag igazából lenullázták azzal, hogy meghalt Peter, de aztán visszahozták. Úgyhogy ennyit kell tudni egyébként nagy vonalakban a Ultimate Spider-Manről, amit most pakolgatok össze, és ezeknél a részeknél, ahol épp tartok a csomagolásban, most jön egyébként a 48-as szám. Itt még Peter Parker egyébként a pókember, Miles Moralesnek még nincsen se híre, se hamva, és nagyon érdekes egyébként, mutatom, tehát, hogy itt a 48-as számnak a borítója, itt a 47-es számnak a borítója, itt a 46-os számnak a borítója, itt a 45-ös számnak a borítója, és nem tudom, nektek feltűnik-e, de hogy borzasztóan unalmasak ezek a borítók egyébként. Tehát, hogy mindegyiken egy pókember figura van, valamilyen pózban áll, hálóhintázik többféleképpen, van a falon, tehát, hogy általában egyébként a képregényeket nagyon sokszor a címlap, a borító adja el, és nagyon érdekes, hogy ez a képregény annyira népszerű volt abban az időben, tehát hogy a 2000-es évek közepén, hogy egész egyszerűen nem volt szükség arra, hogy kreatívak legyenek a borítókkal, mert úgy is elment, hogy szinte minden borító majdnem ugyanúgy nézett ki, mármint ami a koncepciót illeti. Tehát, hogy rárakták a logót, hogy Ultimate Spider-Man, ráraktak egy őrületesen nagy pókember rajzot, és az emberek megvették. Tehát, hogy alapvetően, nyilván nagyon sokféle képregény borító van egyébként, tehát, hogy általában akárcsak, ahogy egy bármilyen újságot összeraknak a világban, legyen szó havilapokról, napilapokról, hetente, bármilyen kiadványról, a borítónak elképesztően fontos szerepe van, hiszen a borító az, amit először meglátsz, és az alapján vásárolod meg egyébként a magazint. Tehát, hogy az az első dolog, amivel találkozol, és annak ilyen nagyon komoly hatást kell rá kifejtenie. Ezt egyébként megtanultam annak idején, amikor a PC Gurunál dolgoztam, tehát, hogy az újságnak a legfontosabb része egyértelműen a borító volt, és nagyon érdekes, hogy ennél a képregénynél viszont tényleg ilyen elképesztően sablonos borítók vannak, tehát, hogy itt most így a hatodik képregény, amit a kezembe vettem, ami történik valami, megint ott van pókember, de hogy ott van mögötte egyébként a vezér, és pókembernek ugye látszik a póköztöne a feje körül, tehát hogy itt már legalább valami kreativitást bevittek a borítóba, de aztán, hogyha megnézzük a következőt, ami az 50-es szám, akkor megint annyit sikerült összehozni, hogy ráírták hatalmas betűkkel, hogy Ultimate Spider-Man 50, és ráraktak egy pókembert. Tehát, hogy tényleg annyira nagyon ment ez a képregény, hogy úgy látszik, hogy egész egyszerűen semmi másra nem volt szükség, csak hogy az emberek látják, hogy hát ott van rajta pókember, hát akkor én ezt megveszem. Tehát, hogy azért tudni kell, hogy a 2000-es években azért már bőven túl voltunk. A 2000-es években már bőven túl voltunk a képregényeknek az aranykorán. A 90-es években voltak olyan képregény eladások a Marvelnél, amikor voltak olyan füzetek, amikből milliókat adtak el, például X-Men képregényekből. Tehát, hogy akkor volt egyébként a csúcs, a Marvel akkor értékesítette a legtöbbet szerintem a különböző füzetekből, és a 2000-es évekre azért már így látszódott, hogy bejött az internet, meg mindent, tehát hogy mint ahogy általában egyébként a nyomtatott sajtóban, azért látványosan elkezdtek zuhanni a példányszámok, de hogy nyilván a Ultimate Spider-Manből sem adtak már el milliókat, de tényleg kifejezetten sikeres képregénynek számított, és ezt bizonyítják egyébként a borítók is ilyen egészen fura módon, tehát hogy azért lássuk be, hogy azt gondolnánk, hogy az 50. számnak azért ennél valamivel kreatív borítót biztos, hogy lehetett volna készíteni. Ugye a képregények világában úgy van, hogy amikor egy folyamatosan futó széria, képregény széria elér egy ilyen bűvös dátumot, mint az 50, vagy mondjuk a 100, de már a 25, meg a 75 is ilyen forduló pontnak számít, akkor hogy általában oda tesz szokták tenni magukat a képregény kiadók, de tényleg itt a Ultimate Spider-Man esetében ennek egyáltalán nem érezték szükségét. Erről a képregényről egyébként érdemes tudni, hogy nem sokkal az amerikai indulása után megjelent magyarul is. Ugye a
Csodálatos pókember képregényt 1989-ben kezdte el kiadni a Semi kiadó más szuperhősös képregényekkel együtt, és egészen 89-től egészen 1998-ig ment ez a képregény, a Csodálatos pókember is összesen 127 számot élt meg, és gyakorlatilag 2 évvel azután, hogy megszűnt a Csodálatos pókember a 127. számmal, 2 évvel később az egyes számtól ismét elindult a Csodálatos pókember, és abban már a Ultimate Spider-Man-nek a történetei voltak, és egyébként végre itt egy borító, amin ismét nem csak pókember szerepel, hanem ott van egyébként a Ultimate Univerzumnak a fekete macskája is, tehát hogy most egy kicsit így csalok, és megnéztem, hogy mi van a következő borítón, de hogy itt végre egy picit elkezdett változni a tematika, és végre nem csak egy pókembert látunk, hanem megjelent egy másik karakter is, és közben megérkezett Pepe. Szia Pepe, nagyon szépen köszönöm a 10 előfizetést ismét, elképesztő vagy, mindenki nevében nagyon szépen köszönöm az előfizetéseket. Mindig meglepsz, amikor megjelensz, és elárasztod a streamet előfizetésekkel. Úgyhogy igen. Szóval, és egyébként én a Ultimate Spider-Man képregényt, amit épp most csomagolgatok, én ezt úgy ismertem meg, hogy elkezdtem megvásárolni a magyar kiadást, és egy idő után egyébként, mikor főiskolás voltam, tehát hogy én 2001 és 2005 között jártam főiskolára, és akkor jutottam el oda, hogy volt annyi hát zseppénzem, keresetem, meg mindenféle ilyen befolyt összegeim, ilyen olyan munkákból, hogy tudtam magamnak vásárolni eredeti amerikai képregényeket, amit mindig a Trillian képregényboltban vásároltam meg, ami egyébként mind a mai napig egy létező képregénybolt, ami jelenleg az Oktogon mellett található egy belső udvarban, és én ott vásároltam meg ezeket a képregényeket, és egy idő után nem csak a magyart vettem meg, hanem elkezdtem megvenni az eredeti amerikai kiadást, mert hogy évekkel le voltak maradva a magyar képregények az eredeti amerikai kiadás között. És mind a mai napig gyűjtöm egyébként a Ultimate Spider-Man képregényeket, és papírformában a Ultimate Spider-Manből van nekem hát ilyen legalább 150 darab, és digitális formában pedig lehet, hogy már még egyszer ennyi. Igazából a digitális képregényeimet nem tartom számon, hogy összesen hány darab van a birtokomban, azok csak ott vannak a felhőben, a Comixology-ban, és amit éppen akarok olvasni, azt letöltöm egyébként a tabletemre, és akkor ott elolvasom. És véget is ért egyébként az izgalmas Ultimate Spider-Man borítóknak a sora, hiszen az 53. számra ismét sikerült rárakni egy rendkívül izgalmas pózban lévő pókembert. Obi meghallotta, hogy fekete macska is már is nem bír magával. Ez egyébként nagyon vicces, érdemes visszanézni a streamhez tartozó klippeket, ugyanis van egy olyan klip, ami az egyik olyan streamből lett kivágva, ahol Obika konkrétan kiütötte pókembert, és akkor hangzott el az ikonikus mondat, hogy a fekete macska kiütötte a pókembert. Szóval, ha esetleg valaki még nem látta, akkor vissza lehet keresni, sőt, hogyha valakinek egyébként van türelme, akkor be is rakhatja a chatbe. Egyébként most itt Obikának a fenekét láthatjátok, és Obika az én poharamat PC-zte ki magának, miközben direkt készítettem ide neki vizet. Obzi, nézd! Cica! Obzi, nézd! Vizecske, tessék! Itt a te vized, az ott az én vizem. Te vized, én vizem. Nézd, én iszok belőle. Én iszok. Nézd, így. Úgyhogy nyugodj meg szépen. És persze állj rá a képregényekre, hiszen mi más tudnál csinálni. Itt nézd, ide csüccsenj le. Mit szólsz ahhoz, hogy ide lecsüccsents? Gyere! Jól van, minden rendben van egyébként, cicácska. Minden rendben van. Kaptál enni, kaptál inni. Itt vagy, örülnek neked a nézők, sokkal jobban örülnek neked, mint nekem, ami egyébként teljesen érthető. Ez gyakorlatilag mindenkivel így van, sokkal jobban örülnek a macskának, mint nekem.
és most ráültél a tasakokra, úgyhogy még véletlenül sem tudom egyébként folytatni a csomagolást. Pepe kérdezi, hogy ezek milyen képregények, amit csomagolsz. Kérlek szépen, Pepe, ez a Ultimate Spider-Man-nek, a Ultimate Spider-Man képregény sorozatnak, nyávog bele a fülembe tényleg, annak a folyamatos számai. Tehát, hogy elkezdtem a 44. számmal, és most szépen becsomagolom őket, hogy megóvjam őket a mindenféle sérülésektől, többek között ettől a macskától is. Úgyhogy az a helyzet, hogy egy kicsit lehetett volna izgalmasabb a dolog, de hogy itt ebben a srócban csak Ultimate Spider-Man képregények vannak. És hogyha már egyébként képregényekről beszélünk, tudom, hogy már korábban beszéltem erről a streamek során, de úgy gondoltam, hogyha már úgyis képregények a téma ma este, akkor tartok egy kicsi visszaemlékezést. Obika, édes kis szívem, figyú, ne a képregény, ne, az nem jó. Nézd, gyere át ide, hups, így áll vizecske, ne gyere vissza, ne. Jaj. Pepe, nem kell elnézést kérned a kérdésekért, bármi kérdésed van, tedd föl nyugodtan, szívesen elmondom kétszer is, ötször is, százszor is, hogy egyébként mit csinálok, hiszen ezért vagyunk itt, hogy beszélgessünk, meg hogy szórakozzatok azon, hogy Oberon hogyan keseríti meg az életemet. Ne ülj rá a képregényre, édesem, te hihetetlen, egy ajándék vagy az élettől, de tényleg. Mit szólsz ahhoz, hogy oké, csücsenj le oda, nagyon jó, és akkor most úgy maradj ott. Jó? Jó? Így mindenkinek jó lesz. Ha ez a macska nem lenne, akkor valószínűleg ki kellene találni. Jó, igazatok van, Obi nem megkeseríti az életemet, csak jelzi, hogy ki itt a főnök. Oké, ebben egyébként teljesen igazatok van. Nyilván... Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy én itt csak vendég vagyok, meg kiszolgáló személyzet a cicának, aki tiszteletét tette ma este itt a képregény csomagolásban. Bogyi kérdező, hogy Juti falat elterülő hadművelet. A Juti falaton már túl vagyunk. Irengard gyakorlatilag az ötödik percben szerintem kiváltotta, úgyhogy a Juti falatos dolognak már sajnos vége van. Szóval, arról kezdtem el beszélni, hogy hogyan is lettem én képregényrajongó. És ez a történet egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. És mindjárt is mondom, hogy milyen régre, csak közben Pepe írja, akkor kérdés, miért nem megy a Ferrari-nak évek óta? Azt gondolom, a Ferrari-ból kiindulva, Pepe, hogy most a Forma 1-re gondolsz, amihez én teljesen hülye vagyok, ugyanis nem nézem a Forma 1-et, nem nézem az élő közvetítéseket, nem nézem a futamokat, hanem minden évben megnézem a Netflixen a Drive to Survive című dokumentum sorozatot, és onnan értesülök arról, hogy mi történik egyébként a Forma 1-ben mindig egy évvel azt követően, hogy lezajlott az adott szezon. És egyébként a kérdésedre válaszolva, a Drive to Survive eddigi három évada alapján azt tudom mondani, hogy azért nem megy a Ferrari-nak évek óta, mert nem jó az autó. Én ezt szűrtem le egyébként a Drive to Survive-nak a három évadából. Hogy egész egyszerűen nem tudnak olyan autót összerakni, amivel kompetitív, tehát hogy tényleg szembe tudnának szállni a Red Bull-lal és a Mercedes-szel? McLaren Mercedes-szel? Tényleg, tehát hogy nem vagyok, mindig élvezem a sorozatot, de nagyon-nagyon-nagyon sokszor egyszerűen nem jegyzem meg, hogy pontosan mi történik, meg melyik csapat, melyik micsoda. Igen, a Merci, ez az, akkor mégiscsak eltaláltam. És úgyhogy ez a véleményem a Ferrari-nak a rossz szerepléséről már évek óta. Ismét egy borzasztóan izgalmas Ultimate Spider-Man borító emberek, rajta van Pókember, ahogy egy falon áll, elképesztő.
Szóval látom, közben érkeznek a kérdések. Robin kérdezi, hogy a csodálatos pókember mind a 127 száma megvan-e nekem, és igen, és hú, most eszembe jutott valami, amit mindenképpen szeretnék megmutatni nektek, mert nagyon büszke vagyok rá. Egy pillanatra fölállok az asztaltól, de mindjárt visszajövök. A csodálatos pókember 127. számával kapcsolatban van nektek valami, amit muszáj megmutatnom. Szóval, ez volt itt a csodálatos pókembernek a 127. száma, ami, rosszul mondtam az előbb, nem 98-ban szűnt meg a magazin, hanem 99-ben, és nem sokkal a magazin megszűnése előtt a csodálatos pókembernek a szerkesztői hirdettek egy rajzpályázatot. És én jelentkeztem erre a rajzpályázatra, 4 darab kategória volt, 14 év alatti fekete-fehér kategória, 14 év alatti színes kategória, 14 év feletti fekete-fehér kategória, és 14 év feletti színes kategória, és hát nézzétek már meg, hogy ki nyerte a 14 év feletti fekete-fehér kategóriát egy kék-fehér rajzal. Bizony, az ott én vagyok. Szóval nagyon szomorú voltam, amikor 1999-ben megszűnt a csodálatos pókember a 127. számmal, de annak nagyon örültem, hogy gyakorlatilag én lettem az első helyezett a 14 év felettieknek a fekete-fehér kategóriájában, aminek egyébként az volt a díjazása, hogy kaptam egy csomó külföldi képregényt Harza Tomitól, aki egyébként a Kingpin kiadónak a vezetője. Hú, és úristen, Pepe megint ajándékozott 10 előfizetést, amit egész egyszerűen nem tudok elégszer megköszönni. Úgyhogy, ha így folytatjuk egyébként ezzel az ütemmel, akkor tényleg el fogunk jutni az 500 feliratkozóig, amikor kénytelen leszek bemászni a kádba. Szóval, húha. Úgyhogy, hogyha tényleg, hogyha így folytatódik, akkor jön a hot tub, ami nem hot tub lesz, hanem hot bathtub, de hogy megígértem, hogyha valaha egyszer elém az 500 szabot, akkor be fogok ülni a kádba, és hát nem azt mondom, hogy közel vagyunk, de hogyha ezzel az ütemmel haladunk, akkor ebből lehet, hogy mégis megvalósul valami. Közben Dwarf kérdezi, hogy mi a különbség a sima, a Ultimate és a csodálatos, meg még mit tudom én milyen pókemberek között. Azt kell tudni, hogy amikor ezek a képregények megjelentek a 2000-es években, akkor a Ultimate univerzum az egy párhuzamos valóság volt az eredeti Marvel univerzumhoz képest. Tehát az Amazing Spider-Man képregényekben annak a Peter Parkernek a történetei voltak, amit mindenki ismer, tehát hogy annak a pókembernek a történetei voltak, akit mindenki ismer, a Ultimate Spider-Man képregényekben, amiket most csomagolok be, pedig a Ultimate univerzum pókemberének a történetei voltak. Tehát, hogy ez két párhuzamos valóság, két párhuzamos valóságnak a két különböző pókemberéről szóltak ezek a függletek. A csodálatos pókember képregények pedig az amerikai képregényeknek a magyar megfelelői. Figyelj, Pepe, tényleg az van, hogy megígértem, hogyha valaha ötszer jön az 500 szab, akkor lesz egy olyan stream, amit a kádból fogok elindítani. Tehát, hogy ezt én megígértem, készült is erről egy klip, tehát, hogy még nyoma is van, és szeretem tartani a szavamat, szóval 490-nél meg kell állnod, hogyha nem szeretnéd, hogy kádas streamem legyen, és nyilván nem fogom, tehát, hogy nem leszek bikiniben, nem leszek fecskében, nem leszek semmiben, én ruhában fogom ruhában fogok beülni a kádba, de megígértem, 500-nál lesz egy olyan stream, hogy elérjük az 500-at, akkor a következő streamben esküszöm, be fogok mászni a kádba, mert megígértem, őletesen nagy butaság volt ez a részemről, de már ez történt. Közben a kérdésre válaszolva,
A Ultimate Spider-Man meg az összes többi, tehát hogy a Ultimate Spider-Man és a többi képregény között mindegyik más sztorikat mesélt el, tehát hogy voltak hasonló történetek, de hogy ezek különálló történetek voltak, tehát hogy őrületesen nagy hasonlóságok nincsenek, nem voltak köztük, ezt kell tudni, tehát hogy párhuzamos valóságokról beszélünk, amik igencsak eltértek egymástól. Közben egyébként, hogyha valami furcsa történik egyébként a streammel, az azért van, mert ahogy láthatjátok, a macska konkrétan ráfeküdt a laptopra, és a mancsai már a billentyűzeten vannak, tehát hogy igazából bármi megtörténhet. Obika. Már elindított egy programot, kettőt, hármat, cicácska? Nagyon jó, nagyon vicces, körülbelül 5 másodpercig, ne feküdj rá a számítógépre, könyörg! Hihetetlen ez a macska, elképesztő ez a macska. Közben folytatom egyébként a képregényeknek a csomagolását. Szóval, ott tartottam, körülbelül 10 perccel ezelőtt megpróbáltam elmesélni, hogy hogyan lettem képregényrajongó, és ez tényleg több mint 30 évre nyúlik vissza ez a sztori, ugyanis Már akkor kaptam képregényeket a szüleimtől, mielőtt általános iskolás lettem volna, és megtanultam volna olvasni. Tehát nagyon-nagyon kicsi gyerekként, tehát hogy már ilyen 6 éves koromban is voltak például Bobó, Góliát, Rózsaszín Párduc, meg ilyen Berci, tehát Nils Holgersson, olyan képregényeim, amik még nem amerikai képregények voltak, hiszen akkor még azért még bőven benne voltunk az átkosban, tehát hogy még messze volt a rendszerváltás, de hogy már egész fiatalon megismerkedtem a képregényekkel, voltak például kockásaim is, amik ugye gyakorlatilag európai képregényeknek a nagy alakú gyűjteményei voltak, és igen, tehát hogy ezeket a képregényeket olvastam, de hogy ekkoriban még engem biztos, hogy nem lehetett képregény rajongónak nevezni, tehát hogy olvasni nem tudtam, és nyilván ezek a képregények olyanok voltak, hogy akkor is értetted a történetet, hogyha nem tudtad elolvasni a szövegbuborékokat. Gyerekeknek szóló képregények voltak, én pedig gyerek voltam. És az igazi képregény mánia az a 80-as évek végén, konkrétan 89-ben kezdődött nálam, amikor ugye 89-ben az amerikai premierrel egy évben Magyarországon is bemutatták a Tim Burton féle Batmant, és az első szuperhős képregény, ami megjelent itthon, az a Tim Burton féle Batmannek a képregény verziója volt. És nem emlékszem, hogy kitől, de én megkaptam ezt a Batman képregényt, és úgy olvastam el, hogy egyébként a filmet még utána évekig nem láttam. Hogyha emlékeim nem csalnak, akkor én a Batman filmet azt 92-ben vagy 93-ban láttam először, de hogy a képregényben benne volt minden, és nyilván én egy 8 éves kiskölyök voltam, és ez az egész szuperhősös dolog, az, hogy valaki beöltözik, és áruhában küzd az igazságért, ez nyilván engem azonnal magával ragadott, és ezzel nagyjából párhuzamosan egyébként elkezdtek Magyarországon is megjelenni mindenféle képregények, többek között a csodálatos pókember is. És konkrétan emlékszem rá, hogy a nagymamámtól kaptam meg a csodálatos pókembernek a második számát, és már a Batmant is nagyon-nagyon csíptem, de a pókember nevű karakter az teljesen magával ragadott. És ugyan még kicsi voltam, de már tudtam olvasni, és ugyan nem kaptam meg minden egyes pókember képregényt, de hogy így nagy rajongója lettem egyébként a pókember karakternek, és biztos vagyok benne, hogy mindig mondogattam, hogy szeretném az új számot, és tudom, hogy nem kaptam meg automatikusan az összeset, szerintem így nem tudom, így a 20., 21., 22. számtól lett egyébként az, hogy már én figyeltem arra, rájöttem, nem is tudom, ilyen 13 éves fejjel, 12 éves fejjel, hogy ez havonta jelenik meg, és minden hónapban
kértem a szüleimet, hogy vegyék meg nekem a pókembert, sőt, volt egy olyan időszak az életemben, amikor konkrétan előfizetője voltam a pókember képregényeknek, és na, a pókember volt a kedvencem, de onnantól fogva, hogy Magyarországon megjelentek képregények, én mindent el akartam olvasni. Tehát, hogy elkezdtem, ha lehetett, akkor megvetettem magamnak a Batman képregényt, megvetettem magamnak a Superman képregényt, már akkor volt Tini Ninja teknőcök közben, Dwarf írta, hogy neki robotzsaru volt, a robotzsarut is olvastam, tehát hogy igyekeztem minden képregényt megszerezni. Nagyon nagy rajongója voltam a Transformers képregényeknek is, abból is tudom, hogy amikor a nagymamám megkapta a nyugdíjat, akkor mindig mentünk vásárolni, és hogyha volt képregény, akkor mindig mondtam neki, hogy mama, megveszed nekem az új képregényt, és ő mindig boldogan megvette nekem, úgyhogy folyamatosan gyarapodott a gyűjteményem. Egy idő után a Pókember mellé megérkezett a Marvel Extra, lett X-Men képregény, és ezeket mind, tehát hogy úgy szívtam magamba a Marvel képregényeket, mint szivacs a vizet, és tényleg, tehát hogy a 80-as évek vége és egészen a 90-es évek közepéig itthon nagyon jó volt egyébként képregény rajongónak lenni, mert hogy gyakorlatilag havonta volt legalább kettő-három képregény, amit lehetett olvasni, és nyilván a 90-es évek közepéről beszélünk, ilyen 94-95-ről, internet még a kanyarban sem volt, tehát hogy külföldi képregényeket itthon nem nagyon lehetett venni, úgyhogy csodálatos dolog volt, hogy így folyamatosan jelentek meg a különböző képregények, és egyre több karaktert ismertünk meg a Marvel univerzumból, úgyhogy csodás időszak volt, csak aztán nyilván így a 90-es évek közepén egyébként elkezdtek fogyni egyébként a képregényeknek a vásárlói itthon, úgyhogy ilyen 96 magasságától, de lehet, hogy már 95-től így folyamatosan szüntett meg a különböző képregények, tehát hogy megszűnt a Marvel Extra, megszűnt a Transformers, megszűnt az X-Men, egy idő után összeolvasztották a Superman és a Batman képregényt, Superman és Batman egy képregényi, az is megszűnt, és az utolsó szuperhős képregény, tehát ugye a Pókember volt az a képregény, a csodálatos Pókember, ami a legtovább bírta, ugye az 127 számot ért meg, és nagyon sokáig az volt az utolsó szuperhősös képregény, ami itthon megjelent. Akkoriban, mikor a Pókember megszűnt, azon kívül egyébként akkor már szerintem csak a Garfield volt az, amit meg lehetett venni az újságárusnál, illetve akkor már futott a Star Wars képregény, és azt is. És tényleg onnantól fogva, hogy 99-ben megszűnt a csodálatos Pókember, onnantól fogva legalább 2 évet kellett várni, de lehet, hogy 3-at is, hogy ismét elinduljon a csodálatos Pókember képregény, és aztán így a 2000-es évek közepén voltak mindenféle próbálkozások arra, hogy visszakerüljenek a szuperhősös képregények a magyar piacra. Biztos, hogy sokan emlékeznek rá, amikor például az olasz Panini elindított 4 Marvel képregényt, a Rozsomákot, a Ultimate Fantasztikus 4-est, ami Újvilági X-Men néven lett kiadva, ha jól emlékszem, ugye elindítottak egy Pókember címet is, Hihetetlen Pókember cím néven, és talán, ha jól emlékszem, akkor még az Újvilági X-Men volt kiadva, ami pedig a Ultimate X-Mennek volt a magyar kiadása, tehát volt Hihetetlen Pókember, Rozsomák, Ultimate Fantastic Four és Ultimate X-Men. Viszont ezek sem váltották be egyébként a hozzájuk fűzött reményeket, és azt hiszem 1 és 2 év után megszűnt egyébként az összes Panini képregény, és nagyon sokáig megint nem voltak havonta újságárusnál vásárolható képregények Magyarországon, ami akkor jött egy fordulat, amikor a Harza Tomi féle Kingpin kiadó a 2010-es éveknek az elején, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 2012-ben elindította a Hihetetlen Pókembert, ami azóta is egyébként gyakorlatilag 2 havonta kapható az újságárusoknál. És
Nyilván a hihetetlen pókember mellett egyébként Tommy elindította a Peter Parker pókembert is, ami pedig a újságárusokhoz nem került, csak a kiadótól és a különböző rendezvényeken volt megvásárolható, és mind a mai napig meg lehet őket vásárolni, és azóta egyébként a Kingpin kiadó számos egyéb szuperhősös képregényt indított el, és gyakorlatilag tele vannak velük az újságjárusok, van, tehát hogy mindenféle, mindenki megtalálja a magának való sztorikat, mert hogy volt Hulk, volt Megtorló, volt Fenegyerek, most például Fantasztikus 4-es van, volt Pókember 2099, tehát hogy a Kingpin egyébként folyamatosan gondoskodik arról, hogy elképesztően változatos Marvel képregények legyenek elérhetők magyar nyelven a magyar olvasók számára. Közben elértem egyébként a csomagolásban a Ultimate Spider-Man 64. számáig, amiben egyébként Pókember éppen vérontóval küzd a Ultimate vérontóval, és ismét van egy olyan borító, ami hál' Istennek egy picit változatosabb, mint a korábbiak, hiszen itt épp egy csata jelenet van, ahol Carnage és Pókember összecsapnak. Szóval, igen. És közben egyébként Robin írja, hogy máig lehet venni Garfieldot, már több mint 366 számnál tart a sorozat. Ez nekem egyébként teljesen új, hogy a Garfield az még mindig kapható. Ez meglepő információ számomra. Én utoljára a 90-es években olvastam Garfieldot, ezt tudom. Közben Mermart írta, hogy jó a pólód. Köszönöm szépen. Rengeteg ilyen pólón van, tehát hogy Marveles, meg képregényes, meg szuperhősös, és egyébként az a csodálatos ebben a pólóban, hogy ha minden igaz, ez a póló már legalább több mint 10 éves, és még mindig egyben van, és mindig föl lehet venni, és manapság szerintem már nem gyártanak olyan pólókat, amik 10 évig ellenállnak a mosásnak, meg annak, hogy folyamatosan hordja őket az ember. No, ne kell kérdezni, hogy melyik volt a legérdekesebb képregény, amit olvastál, számomra a Mouse volt az. Aki esetleg nem... Olvastam például a Mouse-ot, nekem is megvan, és mindenképpen a legérdekesebb képregények közé sorolom, amit valaha olvastam. Nyilván van egy csomó szuperhősös sztori, amit nagyon szeretek, de egyiket sem sorolnám be a legérdekesebb képregények közé, amit valaha olvastam, és mindenképpen a Mouse, az közéjük tartozik, aki esetleg nem ismeri a Mouse-t, az egy díjnyertes képregény, ami konkrétan a második világháborút és a holokausztot dolgozza fel fekete-fehér formában elképesztően megrendítő módon, de nem emberek szerepelnek benne, hanem állatok, és... A nácik a macskák, a zsidók az egerek, és vannak egyébként még más állatok is benne, és nagyon komoly és mély képregény egyébként, és mindenkinek azt javaslom, hogyha van lehetősége, akkor mindenképpen olvass el a Mouse-t, ami valamikor a 2000-es évek elején megjelent magyarul, aztán kiadták újra, tehát hogy biztos, hogy meg lehet vásárolni egyébként szerintem jelenleg is a könyvesboltokban, és egy másik hasonlóan nagyon fontos képregény, ami egy picit hasonló a Mouse-hoz, az pedig a Persepolis, amit egy női író és rajz, tehát hogy egy nő író rajzoló alkotta, és konkrétan Iránról szól, arról, hogy hogyan változott meg az élet Iránban, és hogy mit kellett ott átélnie az embereknek, miután ugye gyakorlatilag ilyen hát Irán egyébként egy egészen jól működő demokrácia volt, amíg gyakorlatilag ilyen hát nagyon komoly vallási fanatikus vezetése lett az országnak, ami elképesztő hatással volt egyébként az irániak életére, és erről szól ez a képregény, és ugyanúgy fekete-fehér, mint a Mouse, és tényleg
egy olyan világba enged bepillantást, ami tőlünk nagyon távol van, nagyon sokan nagyon keveset tudnak róla, és nagyon, nagyon megrendítő egyébként a sztori, tehát hogy tényleg semmi szuperhősködés, semmi fantazi, semmi sci-fi vagy őrület, hanem ez az ott fekete-fehéren a valóság, de képregény formájában elmesélve, és tényleg azt is nagyon-nagyon melegen ajánlom mindenkinek, aki a szuperhősökön túl is kíváncsi arra, hogy milyen megrendítő és komoly történeteket lehet egyébként elmesélni képregényekkel, mert a képregény alapvetően nem csak arról szól, hogy stretchruhás hősök meg szupergonoszok folyamatosan harcolnak egymással. Visszakanyarodva egy picit ez az egész képregény rajongáshoz, nyilván egészen a tinédzser koromig nagy képregény rajongó voltam, még a középiskolában is, és hát mondjuk a középiskolában nagyon-nagyon sokat cukkoltak az osztálytársaim amiatt, hogy képregényeket olvasok, akkoriban így a 2000-es évek elején még egyáltalán nem volt annyira elfogadott. Lehet, hogy nem ez a jó szó, hogy elfogadott, de hogy nem volt annyira hétköznapi dolog képregény olvasónak, geeknek lenni, mint manapság. És így konkrétan mindig kiröhögtek, meg cukkoltak amiatt, hogy még 14-15-16 évesen is képregényeket olvasok, ami engem különösebben nem érdekel, de hogy ez így jelen volt az életemben, hogy sokan gyerekes hülyeségeknek tartották, hogy képregényt olvasok. És igazából akkor hagytam fel rövid időre a képregények olvasásával, amikor elmentem főiskolára. Tehát, hogy akkor nyilván úgy éreztem, voltak olyan részei, tehát úgy éreztem, hogy én már most már én is 18 elmúltam, felnőtt vagyok, ez a képregényes dolog annyira nem nekem való, de nyilván ez nem tartott sokáig egyébként, tehát hogy így nagyon gyorsan túljutottam ezen a ponton, hogy engem már nem érdekelnek a képregények, hogy ilyen, nem tudom, talán másfél évig tartott ez az egész, hogy úgy gondoltam, hogy akkor én nem veszek többet képregényeket, de hogy ez így nagyon gyorsan elmúlt, és azóta is töretlenül tart. Ghosty, amit a képregény, amit mondtam, az Persepolis. Ahogy mondom, csak az S helyett S van. Hogyha szeretnéd, akkor meg is tudom egyébként mutatni. De közben írták egyébként a chatben, hogy Persepolis, arra érdemes rákeresni, illetve a Mouse-ra. Úgyhogy, és akkor a főiskolámból történt meg velem egyébként, hogy többek között Harza Tominak köszönhetően eljutottam életemnek az első képregény bőrzéjére, méghozzá Bécsbe, tehát hogy kimentünk együtt Ausztriára, ahol konkrétan ilyen képregény mennyországba jutottam, tehát hogy életemben nem láttam még annyi képregényt egy helyen, mint a bécsi képregénybörzén, ott megvásároltam egy csomó mindent, örültem, mint majom a farkának, és onnantól fogva, ez nagyjából valamikor 2001-ben vagy 2002-ben lehetett, hogy eljutottam a bécsi képregénybörzére, és onnantól fogva figyeltem arra, hogy a minimális kis keretemből, zseppénzemből vásároljak magamnak eredeti amerikai képregényeket, mert hogy akkoriban Magyarországon minimális szuperhősös képregényhez lehetett hozzájutni. Itt van egyébként egy kifejezetten jól sikerült Ultimate Spider-Man borító, ez a 66. szám, és ott van Pókember mellett a rozsomák a borítón, és egyébként ez egy tök jó pofa sztori volt, ugyanis arról szólt, egy tök klasszikus ilyen filmes sztori, hogy Pókember és rozsomák elméje felcserélődött a testükben. Tehát, hogy Logan bekerült Peter testébe, mint Pókember, Peter pedig átkerült Logan testébe, mint rozsomák, és arról szól, azt hiszem, ilyen 4 számon keresztül ment a sztori, vagy csak 2, hogy hogyan oldja meg a két hős ezt a problémát, és hogyan viselkednek a másik testében. Tehát, hogy filmen nyilván már láttuk ezt 100 000-szer, de hogy tök jól működött egyébként képregényben is. Egyébként eddig 22 darab képregényt sikerült becsomagolnom a 100-ból. Ugye 44-nél kezdtem, és most tartok 66-nál. Úgyhogy egy óra alatt sikerült 22-t becsomagolnom, ami azt jelenti, hogy ha mindez 100-at megcsinálnám,
akkor az azt jelenti, hogy 5 óra hosszan keresztül ülnénk itt, amit nem feltétlenül fogok megkockáztatni, tehát nem vagyok meggyőződve róla, hogy a mai stream során becsomagolom mind a 100 képregényt. Itt van egyébként a folytatásnak a borítója, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem sikerült túlságosan kreatívra, ez a borító, mert hogy egymás mellé rakták Pókember és Logan fejét, és hát hogy mondjam, tehát hogy wow. Közben Ghost írja, hogy ez a sztori, amiről most meséltem, ez a rozsomákos pókemberes, ez volt egy pókember sorozatban, ami modernebb volt, nem emlékszem már, mi volt a címe. Szerintem egyébként az a Ultimate Spider-Man sorozat lehetett, ha az animációs szériára gondolsz, szerintem az konkrétan a Ultimate Spider-Man animációs sorozat volt. Ebben a sztoriban pedig Pókember fáklyával szövetkezik, akivel egyébként Pókember az összes Marvel univerzumban egyébként hatalmas nagy cimborák, fáklya és Pókember. Tehát, hogy ők világra szóló hatalmas nagy haverok a Marvel univerzumban. Szóval igen, egyébként tök érdekes, hogy ez a képregény mánia elkísért egyébként életem során egy csomó ideig. Én például a főiskolán a szakdolgozatomat is ilyen képregényes kötődésű témában írtam, ugyanis a szakdolgozatomat filmszakon írtam, és a képregény filmekről szólt. És volt egy idő, amikor indítottam például képregény rovatot a PC Guru magazinban, és volt például egy panel nevezetű fanzin, amiben képregényekről írtam kritikákat, tehát hogy nem csak olvasó voltam, miután elkezdtem újságíróként dolgozni, hanem amikor megragadhattam az alkalmat, akkor mindenféle cikkeket is írtam képregényekről. Közben megérkezett közénk Fecó is, szia Fecó, köszi szépen, hogy benéztél ma este is, és itt van egyébként egy újabb, egészen jól sikerült Ultimate Spider-Man borító, ez a 70-es szám, és itt a bosszúállókkal látható Pókember a borítón. Emlékszem egyébként még azokra az időkre is, akkor középiskolás voltam, és az a gyakorlatilag 1995-96, amikor megpróbálkoztak itthon az X-akták és a Spawn képregénynek a kiadásával is, tehát hogy az X-akták az teljes félreértésnek bizonyult, mert hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az X-akták képregényből itthon 5 szám sem jelent meg, és a Spongból pedig, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor 12, de hogy vagy vannál valamivel több, de az biztos, hogy 20 szám összesen nem jelent meg Magyarországon a Spongból, és az is egy nagyon-nagyon rövid életű próbálkozás volt, azután, hogy megszűnt a Transformers meg az X-Men, és volt egy, azt hiszem a Semic próbálkozott meg azzal, hogy egy egészen új olvasó közönséget szólítsanak meg, de nem jártak hatalmas sikerrel, illetve a 90-es években megpróbálkoztak azzal is, hogy elkezdték itthon kiadni egyébként a Dragon Ball és a Sailor Moon mangákat, amik szintén nem találtak megfelelő olvasó közönségre még a 90-es években, és alig pár szám után megszűntek, aminek szerintem hatalmas nagy szerepe volt abban, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ezeket a mangákat úgy adták ki, hogy eredeti formában, tehát hogy hátulról visszafelé, tehát hogy hátulról előre kellett olvasni, amit itthon szerintem egész egyszerűen nem tudtak befogadni az olvasók, ráadásul az eredetihez hasonlóan fekete-fehérek voltak azok a mangák, úgyhogy igazából nem is nagyon csodálkozom azon, hogy nem lett belőlük úrlatosan nagy, roppant, hatalmas nagy siker, és közben Kongfen írja egyébként, hogy valóban szerencsére néhány évvel ezelőtt egyébként a Spawn képregények azok felé lettek itthon,
kemény kötésben lehet őket megvásárolni, viszont ezek nem kerülnek be. Ha emlékeim nem csalnak, ezek újságárusi forgalomban egyáltalán nem elérhetők, és könyvesbolti forgalomban sem, hanem közvetlenül a kiadótól lehet egyébként őket megrendelni. És nagyon érdekes egyébként, hogy itthon egyébként több olyan képregény kiadó van, akik ezt a terjesztési formát választották. Például adnak itthon manapság X-Men képregényeket is úgy, hogy nagyon kevés terjesztőhöz jutnak el, és főleg úgy lehet a legegyszerűbben hozzájuk jutni, hogyha megrendeli őket az ember tényleg a kiadótól. És például nemrég jutott egyébként a tudomásomra, hogy ilyen formában adtak ki itthon például köpenyi és kard képregényt. Amin egyébként meglepődtem. Nyilván, aki a 90-es években olvasott Pókembert, annak köpenyi és kard neve biztos, hogy ismerősen fog hangzani, hiszen volt egy időszak a Pókember képregények történetében, amikor köpenyi és kard képregények is futottak párhuzamosan a Pókember sztorik mellett a csodálatos Pókember képregényekben. Igen, Robin, nagyon tetszett a Jurassic Parkos nyakba kaszató belépőd, tök jól sikerült. Robin a Discordra töltötte föl egyébként a fotót, és ott lehetett megnézni, és tökre úgy néz ki, mint hogyha egy valódi belépő lenne a Jurassic Parkba. Curse Clone kérdezi, hogy van-e kedvenc képregény íród, illetve rajzolód, akik nem Pókemberhez köthetők. Hát alapvetően az én kedvenc író és rajzoló párosom az a Jeff Loeb és a Tim Sale, akik nyilván készítettek ugye Pókember képregényt is, de például készítettek nagyszerű Batman sztorikat is, meg egyébként mást is, és nekem ők az all-time kedvenc alkotó párosom. Egyébként a kedvenc Pókember íróm pedig Dan Slott, aki már nem írja egyébként a Pókember képregényeket néhány éve. Közben megérkezett közénk Miguel is, a nagyon-nagyon furcsa és egyszerűen megjegyezhetetlen és kimondhatatlan nevével. Üdvözöljétek őt nagy szeretettel. Miguel, egyszerűen nem tudok napirendre térni afelett, hogy tudtál ennyire hülye felhasználó nevet választani magadnak. A Twitteren még tök oké, de a Twitchen Sárdna Treblok, tehát hogy így komolyan, rosszabbul hangzik, mint egy Star Wars karakter. Jaj, egyébként nem tudom, láttátok-e, hogy ma délelőtt vettem észre, ugye pénteken ugye Krisz volt a vendégem a pénteki beszélgetés műsorban, és ugyanott egy szó nem esett róla, de képzeljétek el, hogy Krisznek azóta van Twitch csatornája, és ma reggel már volt egyébként streamje is, nem reggel, hanem délelőtt, és a Path of Exile című játékból tartott egy ilyen fejtágító streamet, úgyhogy már nem csak Miguel található meg a Twitchen, hanem Krisz is. Úgyhogy azt tudom nektek javasolni egyébként, hogy kövessétek őt be, mert egész biztosak lehettek benne, hogy minőségi videójátékos tartalmat fog nektek streamelni mostantól. Nem tudom, hogy milyen időközönként tervezi egyébként, hogy streameljen, de biztos, hogy megérdemel tőletek egy follow-t Krisz is. Azt hiszem, Krisznek a felhasználó neve az, hogy Chris von Guru, és a Chris után van egy alsó vonás, utána az, hogy von, mármint hogy V-O-N, alsó vonás, guru. Úgyhogy ilyen néven keressétek őt itt a Twitchen. Úgy van, be is írta nektek Miguel, hogy simán megtaláljátok. Pihe puha,
Ágyikó is megérkezett hozzánk. Szia! Köszi szépen, hogy benéztél. Hogyha esetleg valaki egyébként most érkezett, akkor egy egészen furcsa beszélgető stream ez, hiszen eldöntöttem, hogy mármint, hogy az előző streamemben a néző megszavazták, hogy egy olyan stream legyen, amiben konkrétan képregényeket csomagolok be. Ezek itt mellettem egy Stolz eredeti amerikai képregény, a Ultimate Spider-Man különböző számai, ezek azok itt, amiket már becsomagoltam, és konkrétan arról van szó, hogy mindegyik képregényt berakom egy műanyagtasakba, és rakok melléjük egy merevítő kartont, és amikor ezt megtettem, akkor szépen ebbe a tasakba becsúsztatom a képregényeket, hogy aztán úgy tudjam tárolni őket a polcaimon, hogy semmiképpen, semmilyen körülmények között ne sérüljenek meg. Úgyhogy nem tudom, hogy a magyar Twitch streamek történetében volt-e már ilyen, de azt hiszem egy egészen különlegesen ostoba stream ez a ma esti. Ezt a képregényt pedig mutatom nektek, ez a Ultimate Spider-Mannek a 80. száma, és Pókember Hold Lovak társaságában látható a borítón, és azért mutatom most meg ezt külön, mert lehet, hogy van köztetek olyan, aki még nem tudja, hogy ugye a Marvel Studios készít egy sorozatot a Hold Lovak főszereplésével, amit jelenleg is itt forgatnak most Magyarországon, Budapesten, és Oscar Isaac lesz benne a főszereplő, Ethan Hawke pedig a sorozatnak a főgonoszát játsza, és jelen pillanatban még nem tudjuk egyébként, hogy ennek a sorozatnak ki a főgonosza, és az a tippem, hogy ez a Hold Lovag Moon Knight sorozat valamikor 2022-ben fog felkerülni a Disney Plus-nak a kínálatába, és hogyha szerencsénk van, akkor 2022-ben már hivatalosan itthon is lesz Disney Plus. Igen, Connor közben írta, hogy ők, meg egyébként mindenki más is nem a képregények meg miattam vannak itt, hanem a macska miatt, ami egyébként teljesen igaz. És közben Jézus írta, hogy apropó képregény téma, az Invisible-t lesed Amazonon, mert a csapból is az folyik lassan, én is belekezdtem, és hát finoman fogalmazok, hogy elég jó. Igen, már végignéztem az Invisible-t az Amazon Prime videón, amire most egyébként 900 forintért lehet regisztrálni, és 3 hónapon keresztül 900 forint marad egyébként az előfizetési díj, és 3 hónap után megy föl 1890 forintra, hogyha jól emlékszem. Ez a 890 forintos előfizetési díj egyébként akkor él, hogyha nem telefonról, hanem böngészőből iratkoztok fel, és igen, az Invincible az ugye hirtelen akartam mondani az írónak a nevét, segíts ki kérlek, Kongfem. Invincible, igen, bocsánat, tehát hogy a kiejtésem, az angol kiejtésem az szörnyű. Tehát, Kongfen, kérlek segíts ki, hogy ki írta az Invincible-t. A Walking Dead-es faszi, igen, így van, a Walking Dead-es faszi, akinek basszus nem üt eszembe a neve. Robert Kirkman, igen. Szóval ő írta, ugyanaz a csávó írta az Invincible-t, aki a The Walking Dead-et is, és szuperhősös sztori, animációs sorozat, és olyan, minthogyha a The Boys-t néznéd animációs formában, de hogy még annál is durvább. Szóval, de a sorozat nem attól lesz jó, hogy egyébként meglehetősen komoly literszámban folyik benne a vér. Tehát, hogy sokkal valóságosabb szuperhős sztori, mint például bármelyik pókember történet, ami itt van az asztalon. És tényleg egy nagyon jó minőségű animációs széria, ami kifejezetten hű az eredeti képregényhez, úgyhogy azt gondolom, hogy csak az Invincible miatt megéri egyébként előfizetni az Amazon Prime videóra. Én például megnéztem az Invincible-t, aztán nekiálltam az Office-nak, és mielőtt elkezdtem a streamet, egyébként pont az amerikai Office-nak a második évadát néztem pihenésképpen az Amazon Prime-on, úgyhogy ha valakinek belefér a havi keretébe, akkor azt gondolom egyébként, hogy azzal a 900 forinttal, hogyha csak 3 hónapra fizet elő, akkor is simán jól jár, mert az Invincible mellett egyébként még egy csomó elég király tartalom van egyébként az Amazon Prime-on.
Hú. Igen, közben Jézus írta egyébként a Moon Knight kapcsán, hogy a hordlovagos témával néztem is, hogy egy magyar tweet járta be a külföldi sajtót. Igen, ugyanis nem is magyar tweet volt szerintem, hanem egy Instagram poszt, ugyanis az RTL klubnak az egyik alkalmazotta kiment futni, azt hiszem, talán a Margit szigetre, és ott találkozott Oscar Isaackel és Ethan Hawkeval, és készített róluk egy fotót, azt feltöltötte az Instára, és utána az a fotó kezdett el terjedni a Twitteren, hogy a két főszereplő megérkezett Budapestre, ami azt jelentette, hogy elindult ugye itthon a Moon Knight-nak a forgatása. Varázs Krumpli írja, hogy Hello Bét, épp egy 69-73-os Lego Deep Freeze Defender kifehérítetten rakok újra a streamet közben, esetleg neked van Deep Freeze korszakból lekód? Jól emlékszem, hogy a Deep Freeze az 90-es évek, és az a jeges bolygós téma. Jól gondolom? Mert hogyha jól gondolom, akkor igen, volt Deep Freeze Legóm, nem sok. De hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor volt legalább kettő darab készletem. Közben Jézus írja, hogy nem arra az instáns fotóra gondol, amire én, hanem tényleg a magyar Twitteren volt egy fotó, amit konkrétan a forgatásról készített, és be fogja rakni egyébként a Discord csatornára. Úgyhogy ott majd megnézem. Én azt hittem, hogy te is az instás fotóra gondolsz, de hogy én akkor azzal nem találkoztam. És hogyha már szóba került a Discord, egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, mert hogy egyrészt ott folyamatosan... nem írtam be. Szóval ott folyamatosan lehet értesülni. Cicácska, segíts gépelni? Folyamatosan lehet értesülni a streammel kapcsolatos időpontokról, meg információkról, meg mindenről, de egyébként is tök jó közösség gyűlt már össze, és mindenféle témákban lehet beszélgetni, úgyhogy ha van Discordotok, akkor feltétlenül csatlakozzatok hozzánk. Tök durva egyébként, ugye vasárnap van, és eddig minden korábbi vasárnap ugye Marvel kibeszélőt tartottunk, de ugye véget ért a Falcon and the Winter Soldier sorozat, úgyhogy most nem igazán van mit kibeszélni, és nem tudom egyébként tudjátok-e, hogy pontosan 13 évvel ezelőtt ezen a napon, tehát május 2-án került az Egyesült Államokban a mozikba a Vasember, ami 13 évvel ezelőtt nem vasárnapra esett, hanem péntekre, de hogyha a dátumot nézzük, akkor pontosan 13 éve, hogy elindult a Marvel filmuniverzum, és nagyon-nagyon durva egyébként belegondolni, hogy már 13 év eltelt, és 13 év alatt kaptunk 23 Marvel filmet. Közben Jézus írja, hogy jövő héttől mit szólnál, ha lenne Star Wars The Bad Batch kibeszélő vasárnaponként. Én ebben egyébként tökre benne vagyok, annyi csak, hogy nyilván nem az egész stream fog a The Bad Batch-ről szólni, hanem ugyanúgy, mint a Marvel kibeszélő esetében, az elején beszélgetünk a legújabb részről, aztán beszélgetünk minden másról. És tényleg egyébként, ugye május 4-én, azaz, hogy kedden fog érkezni a Disney Plus-ra a Star Wars The Bad Batch animációs sorozat, ami lényegében ugye a The Clone Wars-nak a spin-offja, de hogy gondolhatunk rá egyébként folytatásként is, és a magam részéről egyébként nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. És Miguel kiváltotta az hidratálást, úgyhogy beviszek egy kis folyadékot, mert már tényleg folyamatosan beszélek és kezdek kiszeredni. Ha jól látom, macskaszőr sincsen a piánban, úgyhogy tök jó. Közben
Szihó doktor bekövetett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a követést, és jó szórakozást kívánok ehhez a meglehetősen speciális képregényes streamhez. Szóval igen, és közben egyébként Jézus jól mondja, szóval a The Bad Batch az a 66-os parancs után veszi majd föl a fonalat, tehát hogy a klón háborúk után járunk időrendben, viszont még az új bőven az új remény előtt, és egy meglehetősen szedett-vedett, de abszolút profi klóncsapatnak a történetét követhetjük majd nyomon. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert hogy tényleg évekig az az igazság, hogy tudomást sem vettem a Clone Wars animációs sorozatról, de aztán Bryce barátom unszolására elkezdtem nézni, többek között azért is, hogy mindent értsek a The Mandalorian sorozatban, és iszonyatosan rákattantam, és most már imádom egyébként a Clone Wars-t, és tiszta hülye vagyok, hogy évekig nem foglalkoztam vele. Mindennek egyébként annyi előnye volt, hogy egyben meg tudtam nézni mind a 7 évadot, ami egyébként nem volt rossz. És Miguel kérdezi, hogy a 66-os parancs az a Jedi gyerekgyilkolós parancs. Hát igazából az a Jedi gyilkolós parancs, mert hogy gyakorlatilag a 66-os parancs az minden Jedire vonatkozott, de egy csomó emberben ugye főleg az ragadt meg, hogy Anakin Skywalker elment a Jedi templomba, és gyakorlatilag lemészárolta az ifjú padavanokat. De egyébként igen, a 66-os parancs az minden létező Jedi ellen szólt. És tök azért is szeretem nagyon egyébként a Clone Wars sorozatot, mert annyival jobban mesélt el mindent egyébként abból az időszakból, mint a nagy filmek, hogy egész egyszerűen zongorázni lehetne a különbséget a Clone Wars animációs széria és az előzmény trilógia között. Igen, egyébként Oberon óriási segítség, most legalább végre nem a tasakokra feküdt rá, hanem egész egyszerűen csak itt fekszik előttem, és folyamatosan tolja el a dolgokat. De egyébként imádom, hogy itt van, és valószínűleg belül is nagyon boldog egyébként, hogy itt lehet, és folyamatosan beszélek a fülébe. Varázs krumpli! Beírtad igen. Tehát, hogy kicsit libabőrös is lettem egyébként attól az idézettől, amit beírtál. Azért az erős pillanat volt egyébként a harmadik filmben, azt el kell ismerni. Most járok egyébként a Ultimate Spider-Man 92. számánál, ahol Pókember éppen az X-menekkel akasztja össze a bajuszt. Nagyon vicces egyébként, hogy a Ultimate Spider-Man képregényekben erről a borítóról jutott egyébként eszembe Peter Parker és Kitty Pryde, azaz, hogy Ári Macska volt egy idő, amikor jártak és egy párt alkottak. Ami ugye az eredeti Marvel univerzumban, a 616-os univerzumban az eredeti Peter Parkerrel soha nem történt meg. Technonoob kérdezi, hogy Warhammer képregényen van-e. Az az igazság, hogy az én életemből a Warhammer szinte teljesen kimaradt. Valamikor tinédzserként olvastam néhány könyvet, és őszinte leszek, nem igazán ragadott magával a dolog, úgyhogy onnantól fogva se videójátékokkal, se táblás szerepjátékokkal, és semmi mással nem nagyon foglalkoztam, ami Warhammer volt, úgyhogy az a szomorú helyzet, hogy életemben még egyetlen egy darab Warhammer képregényt sem olvastam. Sarah Ranger kérdezi, hogy laponként van meg a képregény, és neked kell összecsomagolni. Az van,
hogy ezek a képregényeket, amiket épp most itt becsomagolok, ezeket még a 2000-es évek közepén vásároltam, mert hogy akkoriban még papírformában gyűjtögettem a képregényeket, manapság már a képregény füzeteket egyébként digitálisan veszem meg, és már a 2000-es évek közepén is örületesen nagy pókember rajongó voltam, és szerettem volna, hogyha folyamatosan képben vagyok a legújabb történetszálakkal kapcsolatban. Akkoriban még nem volt lehetőség arra, hogy digitálisan vegyek képregényeket, mert hogy amikor ezek a képregények kijöttek, akkor emlékeim szerint még talán iPhone sem volt, iPad még biztos, hogy nem volt, és szerintem még nem is voltak olyan szolgáltatások, ahol meg lehetett volna vásárolni digitális formában a képregényeket, úgyhogy konkrétan mindig bementem, minden hónapban bementem a Trillian képregényboltba, és ott megvásároltam a Ultimate Spider-Man-nek az éppen aktuális számait, illetve az Amazing Spider-Man-nek az aktuális számait, meg egyébként szinte mindenféle pókember képregényt, amit akkoriban kiadtak, és ezt egészen a 2010-es évek közepéig folytattam, így gyűlt össze egyébként a gyűjteményemben nagyjából ilyen 1500 darab képregény füzet, és januárban döntöttem úgy, hogy ezeket a képregény füzeteket elkezdem szépen becsomagolni. Tehát, hogy mindegyiket berakom egy műanyag tasakba, berakok egy ilyen fehér kartont, és a karton mellé berakom a képregényt, és gyakorlatilag az a terv, hogy minden hónapban veszek egy 100-as csomag fóliát, meg egy 100-as csomag kartont, és szépen becsomagolok 100 darab képregényt. És most jutottam el egyébként a Ultimate Spider-Man képregényekhez, eddig egyébként ez a 400. Tehát, hogy most fogok eljutni a 400 becsomagolt képregényhez, és az elmúlt 3 hónapban főleg Amazing Spider-Man képregényeket csomagoltam be. Úgyhogy ez a sztoria annak, hogy miért csomagolok most füzetenként képregényeket, és igazából az volt a terv, hogy én ezt szombat este fogom csinálni itt gyakorlatilag ilyen relaxációs programként, de a tegnap délelőtti streamben a nézők megszavazták, hogy csináljak egy streamet abból, hogy csomagolom be a képregényeket, és közben pedig beszélgetünk többek között a képregényekről, meg egyébként minden másról is. Most éppen a chatben egyébként a Star Wars, Clone Wars animációs sorozat a téma. Mutatom egyébként a Ultimate Spider-Man 95. számának a borítóját, amin egyébként Morbius látható, méghozzá Morbiusnak a Ultimate verziója. Közben látom, hogy Kong Fen írja a chatben, hogy főleg azért nem szerette a Clone Wars szériát, mert hogy nem jött be neki a stílusa, és a legelején egyébként én is így voltam ezzel, de Bryce annyit győzködött, hogy lendüljek túl ezen, hogy végül teljesen megbarátkoztam vele, és így nem tudom, tehát hogy az első évad végére teljesen hozzászoktam ahhoz egyébként a számomra is egy kicsit fura animációs stílushoz, és onnantól fogva igazából nem is nagyon érdekelt, hogy néz ki a sorozat, bocsánat, hanem csak a történetre koncentráltam, mert hogy a történet Ashokával, meg tényleg azzal, hogy rendesen ki van bontva a klónháború, meg a különböző frakciók közötti ellentétek, meg Anakinnak a karaktere, tehát hogy annyira jól meg van írva, hogy tényleg, tehát hogy aki egy picit is szereti a Star Wars-t, és kimaradt neki a Clone Wars, annak tényleg csak azt tudom javasolni, hogy mindenképpen pótolja a sorozatot. Közben Szena Ranger írja, hogy most ez nem lesz annyira menő, mint a Star Wars vagy a Pókember, de én gyerekként a Garfield képregényeket és zsebkönyveket gyűjtöttem, és szépen nyomon lehetett követni, hogy egyre tolták egyre feljebb ezeknek a kiadványoknak az árát, mára már az egekben van. Egyébként igen, tehát hogy nincsen egyébként ebben semmi nem menő dolog. Annak idején egyébként én is gyűjtöttem egyébként a Garfield képregényeket is. Tehát, hogy a 90-es években, egészen így a 90-es évek végéig szinte minden képregényt megvettem, amit csak lehetett, és egészen biztos vagyok benne, hogy több tucat Garfield képregényem volt otthon, és egyébként nagyon durva, hogy
hogy amikor az első pókember megjelent, akkor azt hiszem ilyen 30 forintba került. És ez volt ugye 1989-ben, és amikor 1999-ben, 10 évvel később megszűnt egyébként a csodálatos pókember, akkor már 750 forint volt az ára, ami azt jelenti, hogy azt hiszem az 400%-os áremelkedést jelent. Lehet, hogy nem vagyok jó matekból, de igen, tehát hogy azt gondolom egyébként, vagy nem, 4000%-os? Azt hiszem 4000, nem 400. Szóval igen, tehát hogy az évek során gyönyörűen meg lehetett egyébként figyelni, hogy hogy romlott folyamatosan a forintnak az értéke. Hú, Ól írja, hogy előbb lemaradt. Valaki pötyögje már be neki Krisz csatornájának a nevét, hogy megtalálhassa itt a Twitch-en. Az van egyébként, hogy Krisz von Guru, és a von előtt és után van egy alsó vonás, és nyilván a font nem F-fel kell írni, hanem V-vel. Közben Corvin írja, hogy nekem talán picivel jobban tetszett a Tartakovszkis féle Star Wars, abban még Grievous is elég félelmetes volt, és teljesen őszinte leszek, én azokat az epizódokat még nem láttam. Hogy az nekem teljesen kimaradt, úgyhogy a terveim között szerepel egyébként, hogy megnézem őket, ez pedig itt a Ultimate Spider-Man 99. száma, aminek a borítóján Ultimate Gwen Stacy látható. Közben Jézus írja, hogy technikailag a Tartakovszkis féle Clone Wars előzménye a Clone Warsnak. Na, remélem értitek, mit szerettem volna mondani. Hopp, most jutottunk el egyébként a Ultimate Spider-Man 100. számáig, ami sokkal vastagabb egyébként, mint az eddigi képregények, de hál' Istennek még így is belefér a fóliába. És így nézett ki egyébként a Ultimate Spider-Man 100. számának a borítója. Ez egyébként, amikor megjelent, akkor került... Nem látom az árát. Úgyhogy kiveszem. Akkor került 4 dollár... Nem, bocsánat... 3,99 dollárba, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon mennyibe kerülhet ma a 100. szám. Hogyha esetleg valakinek van 1 perc szabad ideje, akkor nézze már meg az interneten, hogy manapság mennyiért vesztegetik a Ultimate Spider-Man 100. számát. Ha most vagyok a 100. számnál, az azt jelenti, hogy eddig 56 darab képregényt csomagoltam be, méghozzá másfél óra alatt, úgyhogy sokkal jobban haladok, mint az első egy órában. Mondjuk valószínűleg egy picit kevesebbet is beszélek, mint egy órával ezelőtt. Egyébként egy 1-től 10-es skálán mondjátok meg nekem, hogy mennyire izgalmas így ez a stream, hogy én képregényeket csomagolok, és közben folyamatosan képregényekről hadoválok. Azért kérdezem ezt, hogy ez legyen ilyen kuriózum, vagy csináljunk rendszert abból, hogy minden hónapban lesz egyetlen olyan stream, amiben ezt a százas csomagolást fogom készíteni. Mert hogyha én egyébként nagyon jól el vagyok, sokkal szórakoztatóbb egyébként így csomagolni a képregényeket, mikor magamban ülök a padlón és sorozatot nézek közben. Szóval, hogyha van igény arra, hogy minden hónapban legyen egy képregény csomagoló stream, ahol alapvetően a csomagolás mellett és a borítók mellett képregényekről beszélgetünk, akkor ezt így felveszem a repertoárba, de legyen az, hogy demokrácia van ezen a csatornán, úgyhogy Viki,
szépen szeretnélek megkérni, hogy készíts egy szavazást arról, hogy legyen-e minden hónapban egy képregény csomagoló stream. Ó, Viki telefonom van. Van itt valaki esetleg az adminjaim közül, aki gyorsan összetud dobni egy szavazást? Na jó, akkor várjatok egy picit, megpróbálom én megcsinálni ezt a szavazást. Na, megtaláltam. Úgyhogy már csinálom is a szavazást. Na, indítom a szavazást, három percetek van szavazni. Mit szóltok? Nem nagyon tudtok szólni semmit, ne szóljatok semmit, szavazzatok! Nyilván azért lesz minden hónapban csak egyszer ilyen, mert hogy ugye az az eredeti tervem, tehát hogy az eredeti tervem az volt, hogy minden hónapban veszek egy ezres kartont és egy ezres fóliacsomagot, ezres, százas, tehát hogy minden hónapban van egy százas csomag, ami azért is van egyébként, mert hogy 100 darab képregényvédő fólia a Kingpin képregényboltban 2600 forintba kerül, 100 darab karton pedig 4500 forintba, tehát hogy ilyen 7100 forintba kerül az, hogy 100 darab képregény becsomagoljak, és úgy gondolom, hogy ez havonta még egy ilyen teljesen vállalható összeg. És akkor most van ugye május eleje, ami azt jelenti, hogy legközelebb egyébként valamikor június elején lesz ugyanilyen képregény csomagoló stream, tehát hogy senki nem fog valószínűleg ráunni, mert hogy viszonylag ritkán lesz. Itt van egyébként a Ultimate Spider-Man 106. száma, aminek a borítóján pókemberünk éppen fenegyerekkel akasztja össze a bajuszt. Százhatodik szám az azt jelenti, hogy eddig összesen 62 darab képregényt csomagoltam be. Hogyha stimmel a matek, és nem maradtak ki számok. És igen, Viki kérdezi, hogy mindig a Ultimate a program. Igen. Tehát, hogy Ultimate Spider-Manből nekem olyan sok van, hogy valószínűleg most mind a 100 képregény, amit becsomagolok, az Ultimate Spider-Man lesz. Jó, Ultimate. Tudjátok, hogy ez nem a helyes angol kiejtés csatornája, emiatt mindenkitől elnézést kérek. Az a szomorú helyzet van, hogy soha nem tanultam intézményes keretek között angolt, úgyhogy meglehetősen béna a kiejtésem. Tehát, hogy semmiképpen ne az én streamemből sajátítsátok el az angol kiejtést. Emótod belőle. Egyébként az a szomorú helyzet van, hogy kimerítettem az emót keretemet affiliate-ként, tehát hogy akkor tudok új emótokat készítetni a csatornára, hogyha megkapom egyébként a partner státuszt. Úgyhogy sajnos akkor lehet csak új emótunk, hogyha jelentkezem, és elfogadják majd a partner jelentkezésemet. Közben egyébként
95%-kal zárult a szavazás, összesen 19 ember szavazott, én most egyébként 86 nézőt látok, ami azt jelenti, hogy a nézőknek valamivel kevesebb, mint az 1/5 szavazott, de akkor jó. Tehát, hogy én elfogadom ezt az eredményt, ami azt jelenti, hogy valamikor június elején lesz újra egyébként ilyen csomagoló stream, addigra azt is el fogjátok felejteni, hogy volt egyáltalán ilyen. Szenalinger kérdezi, hogy lehet tőled kérdezni a Bricklink oldalról, megtaláltam ott egy régi kis játékomat, egy kis kocsit, meg az emberét, viszont nem értem, hogy lehet ott vásárolni, vagy mi van. A Bricklink az ugye gyakorlatilag egy áruház, ahol olyan felhasználóktól tudsz venni, olyan felhasználóktól tudsz venni legót, akik gyűjtők. És az az igazság, hogy én még soha nem vásároltam a Bricklinkről, úgyhogy ebben nem tudok segíteni, de hogy elvileg adott a lehetőség, hogy ott megvásárolj bármit, amit eladásra kínálnak. De hogy én tényleg, tehát hogy mióta legózom, még egyszer sem vásároltam onnan. Jézus, köszi a linket, ismertem ezt a linket, itt néztem meg egyébként, hogy hány emótom lehet, és itt látszott az, hogy legközelebb egy új emótot akkor tudunk hozzáadni a csatornához, hogyha megkapom a partner státuszt, mert hogy affiliate-ként összesen 7 darab emótod lehet, és abból a 7-ből egyébként 2 az első emótodnak a tier 2-es és a tier 3-as verziója. Tehát, hogy valójában ez igazából nálam 5 darab emótot jelent. Mert hogy nyilván tier 2-re és tier 3-ra nem nagyon szokott feliratkozni senki. Legalábbis nálam nem iratkozik rá senki. Egyébként látom, hogy valaki kérdezte, hogy mi kell még ahhoz, hogy partner lehessek, és igazából teljesítettem minden kritériumot, ami ahhoz kell, hogy partnerré válhasson az ember, viszont az a helyzet, hogy nagyon gyorsan, mindössze 2 hónap alatt értem el, úgyhogy nyilván egy átlagos streamernek sokkal több időt ebbe telik teljesíteni azokat a feltételeket, amik ezt a partnerséghez kellenek, úgyhogy első körben elutasítottak, és egy Twitch-es embertől azt a tanácsot kaptam, hogy legközelebb akkor próbáljak meg próbálkozzak meg a jelentkezéssel, hogyha elértem a havi 40 órát, tehát hogyha 30 nap alatt streamelek legalább 40 órát, ezt egyébként áprilisban sikerült teljesíteni, és hogyha januártól nézem a mai napig az átlagomat, akkor az eddigi 4 hónapra egyébként simán megvan a 75 átlagos néző, úgyhogy azon gondolkodom egyébként, hogy a héten begyújtom újra a kérelmemet, mert most már ugye túl vagyok az 1200 előfizet, az, hogy túl vagyok az 1200 követőn, tényleg majdnem 50 órát streameltem áprilisban, van egy csomó feliratkozásom, köszönhetően többek között Pepének, úgyhogy valószínűleg eljött az ideje annak, hogy megpróbáljam újra ezt a partnerség dolgot, aztán meglátjuk, hogy mit fog szólni ehhez a Twitch. Közben látom, hogy Marcipános Milka pedig a chatben igyekszik segíteni Széna Rangernek, és egyébként ezt egyébként simán meg tudjátok beszélgetni egyébként a Discordon is, a LEGO csatornánkban, és lehet, hogy egyáltalán nem is baj, hogyha egyébként ott beszéltek meg, és látják a többiek is, hogy hogyan lehet rendelni a Bricklinkről.
de nyilván, hogyha meg tudjátok itt beszélni ezt a dolgot privátban is, akkor az is teljesen rendben van, de hogy erre szerintem tökéletesen alkalmas egyébként a Discord csatorna. Az, hogy a Discord szerverünk, ahol van LEGO csatorna, direkt külön van LEGO topik, ahol mindenféle LEGO-s témáról lehet egyébként beszélgetni. Most tartok a 117. számnál. Ultimate Spider-Man 117, aminek a borítóján egyébként a zöld manó éppen a vész manóval csap össze, és az Ultimate Univerzumban is Norman Osborn a zöld manó, és Harry Osborn a vész manó. Egyébként azt nézem, hogy ide pakoltam az asztalra egy óriási stóc képregényt, viszont hoznom kell majd újakat, mert hogy több, nem volt ez 100 képregény, amit ide raktam, annál valamivel kevesebb, úgyhogy el kell majd mennem egy... El kell mennem egy újabb adag képregényért, és kész, soha többet senki nem fogja látni ezt a hátsó covert. Erre gondolsz? Mert hogy ez egy hirdetés, úgyhogy itt igen, ez fogalmam sincs, hogy micsoda, de hogy egy Disney Channel-es animációs sorozatnak a reklámja, és nagyon úgy tűnik, Miguel, hogy ez neked mond valamit, nekem fogalma. Világ legjobb rajzfilmje, na tessék, én igazából azt se tudtam, hogy létezik egészen mostanáig. Soha nem hallottam. Soha nem hallottam még erről az animációs sorozatról. Na, közben Ghosty írja, hogy a Spider-Man Ultimate eBay-en 8,16 font, Amazonon 4 dollár, ezek kicsit gyanúsak nekem. Ghosty, a századik számot nézted meg? Tehát, a századik szám kerül 8,16 fontba? Közben kapom a fejtágítót a chatben a Phineas és Ferbről, amiben van Marvel, illetve Star Wars crossover, szóval most már nincs kifogás, hogy nem nézed, oké. Egyébként ez egy teljesen legit érv. És közben Miguel írja, hogy két gyerek iszonyú király módon tölti el a nyári szünetet, és van egy titkos ügynök kacsacsőrű emlős is benne. Valóban meglehetősen ígéretesen hangzik egyébként a titkos ügynök kacsacsőrű egynős. Közben Ghosty írja, hogy a századik számról, a századik szám van fönn 8 fontért, illetve 4 dollár, és egyébként szerintem ez teljesen oké. Tehát, hogy attól, hogy a Ultimate Spider-Man-nek a századik száma, az egyáltalán nem jelenti azt egyébként, hogy annak a képregénynek komolyabb értéke van. Tehát, hogy valószínűleg egyébként annyit nyomtak belőle, hogy ez nem számít ritkának, úgyhogy én igazából annyira nem lepődöm meg rajta, hogy nagyjából pont annyiért lehet megvenni, mint amikor megjelent. Közben egyébként beszélgessünk egy kicsit arról, hogy jövő héten mi lesz a program. Valószínűleg a következő stream az kedd este lesz,
méghozzá azt követően, hogy megkapom a második koronavírus oltásomat, úgyhogy majd nyilván beszámolok a tapasztalataimról, hogyha estére nem leszek egyébként rosszul, de hogy keddestére egy ilyen teljesen hagyományos beszélgetős streamet tervezek. Lehet, hogy csütörtökön megint lesz egy Obi-Fence, ami ugye azt jelenti, hogy napközben, miközben dolgozom, bekapcsolom a kamerát, és lehet majd nézni, hogy Oberon előmászik-e az adójából, avagy sem. Illetve péntekre olyan tervem van, hogy próbálom leszervezni egy beszélgetésre Harzatomit, a Kingpin kiadónak a vezetőjét, hogy beszélgessünk a képregényes múltjáról, meg a kiadónak a működéséről, meg a terveiről. Úgyhogy ezt próbálom elintézni, de hogy ezt még nem tudom 100%-osan megígérni, hogy ez meg fog valósulni, de hogy péntek este biztos, hogy lesz stream, még azt nem tudom, hogy lesz-e vendégem, és az a szomorú hírem van viszont, hogy szombat reggel nem lesz Pod of the Morning, mert hogy szombaton dolgoznom kell, ügyelni fogok, úgyhogy valószínűleg szombaton délután valamikor 2 után, vagy kora este lesz majd adás, illetve akkor vasárnap, hogyha minden jól megy, akkor ugyanebben az időpontban megint lesz beszélgetős stream, amiben többek között a Star Wars Bad Batch-ről fogunk majd dumálgatni, meg persze minden másról is. Eddig az ismerősi körömben egyébként 50-50 arányban volt olyan, akit a második oltás az jobban ledöntött a lábáról, mint az első, de voltak olyanok is, akik könnyebben átvészelték a második adagot, mint az elsőt, úgyhogy egyelőre nem tudom megítélni, hogy vajon rám milyen hatással lesz a második adag Sputnik, de hogyha minden jól megy, akkor kedden még nem lesz semmi bajom, szerdán meg valószínűleg, hogyha úgy alakul a dolog, hogy ledönt a lábamról az oltás, akkor azt kibírom pihenni, és csütörtökön akkor már gond nélkül tudom majd streamelni nektek Oberont, remélhetőleg, és nem azt kell streamelnem, hogy egyébként lázasan fetrengek az ágyamban. Illetve majd innentől fogva megint csak nagyon kíváncsi leszek arra, hogy vajon mikor érkezik meg a védettségi igazolványom. Ma egyébként megkértem a nővéremet, hogy lépjen be ebbe az EST rendszerbe, és ott egyébként szépen nyilván van tartva, hogy megkaptam az első oltásomat, úgyhogy elméletileg valahol már úton kellene, hogy legyen felém ez az átkozott oltási igazolás. Most pedig kérek 5 másodperc türelmet, elmegyek és szépen hozok egy újabb adag képregényt, amit tudok tovább csomagolni. Szóval igen, hiába voltam már lassan 3 hete, oltakozni. Hiába kaptam meg már 3 hete az oltásomat, még mindig nem érkezett meg az átkozott igazolvány. Jézus, ne haragudj, de hogy ez nem egy pizsama, hanem egy szabadidőnadrág. És oké, hogy Batman-es, hogyha lenne pókemberes szabadidőnadrágom, akkor az lenne rajtam. Van egyébként Marvel-es szabadidőnadrágom, mackónadrágom, viszont az nincs itthon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy még így is tök jó, hogy képregény csomagolás közben képregényes szabadidő nadrág van rajtam. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ez lényegében a streamelős nadrágom, mert hogy szinte minden alkalommal ez van rajtam. A Batman-es nacim. Hogy belenézett a kamerába ismét Obika? Obika most a lehető legcsodálatosabb cica.
ebben a pózban. Igaz, hogy elfoglalja az asztalnak nagyjából az egyharmadát, de hál' Istennek végre nyugalom van. Most, mint hogyha tudná, hogy pont róla beszélek, kicsit mocorog azért, hogy annyira ne érezzem magam nyeregben, tehát hogy így jelezte felém, hogy de te köcsög, attól én még itt vagyok. De hogy igen, tehát hogy most egészen tündéri a cica, igaz? Jaj, még doromból is. Közben Miguel kérdezi, hogy hol vettem a Batman-es szabadidőnadrágot, és hogyha emlékeim nem csalnak, akkor a Tesco-ban csaptam le rá. Sőt, egész biztos, hogy a Tesco-ban vettem. A Tesco-ban egyébként rendszeresen szoktak lenni felnőtteknek készült szuperhősös cuccok, tehát hogy a Tesco-ban vettem már Marvel-es szabadidőnadrágot, vettem már Marvel-es zoknit, vettem Sonic-os zoknit, vettem Marvel-es alsónadrágot, úgyhogy... De emlékszem például, hogy a pókemberes boxereimet, azt például a Lidl-ben vettem. Tehát, hogy egészen meglepő helyen lehet egyébként képregényes tematikájú különböző ruhadarabokra bokkanni. Nyilván, aki ismer, az tudja, hogy gyakorlatilag hetekig tudok úgy öltözni egyébként különböző képregényes cuccokból, hogy nem veszem föl kétszer ugyanazt. Tehát, hogy a pólóimnak a 90%-a az biztos, hogy vagy képregényes, vagy animációs sorozatos, vagy mondjuk Star Wars-os. Tehát, hogy ez konkrétan az imidzsem része. Hogyha egyáltalán van nekem ilyenem, hogy imidzsem, de hogyha van imidzsem, akkor annak mindenképpen az az egyik alap kelléke, hogy én valamilyen képregényes, animációs, sorozatos pólóban vagyok. Vagy esetleg filmes. Nagyon szépen köszöntöm a követést, Blinky B, remélem, hogy jól fogod érezni magad itt a streamben, ami meglepő módon egyébként ezúttal arról szól, hogy a képregény gyűjteményemnek az egyes füzeteit csomagolom be képregény tartó fóliába, amit képregény merevítő kartonnal egészítek ki. Ez például itt a Ultimate Spider-Man harmadik évszáma, tehát ez egy annual képregény, ami annyira nem izgalmas azért, de legalább szépen be van csomagolva. Hú! Itt váltott, eljutottam ahhoz a részhez egyébként, amikor újraindították az Ultimate Spider-Man sorozatot, ami egészen új rajzolót kapott. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy ezzel a grafikával én mind a mai napig nem igazán vagyok kibékülve, tehát hogy ez az én szememben nem volt egy minőségi rajzolóváltás. Ez itt kérlek szépen, gyerekek, a Ultimate Spider-Man második kiadásának az első száma. Hú, Blinky írja, hogy még nem láttam ennyi képregényt egy helyen. Mennyi képregényed van? Hát azt tudom neked mondani, Blinky, hogy amit itt látsz, itt van két stóc, itt van két stóc, meg itt van egy ötödik kicsi stóc. Ez itt a képregényeimnek kevesebb, mint a 10%-a. Mármint, hogy a képregény füzeteimnek is. Hogy ezeken, tehát, hogy ez a képregény füzeteimnek kevesebb, mint a 10%-a, mert hogy ez itt nagyjából 100 darab képregény füzet, amiből nekem összesen ilyen 1500 darab van, és az 1500 darab képregény füzet mellett még van, hát, több tucat különböző album, meg gyűjteményes kiadás, meg ilyesmi, szóval itt ebben a lakásban képregényből annyi van, amely egy 10 átlagember életére elég képregény van itt.
amire egyébként borzasztóan büszke is vagyok. Ja, igen, bocsánat, igen, láttam, hogy kiváltottad, Émi, a hidratálást, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, szükségem is van rá, egészségetekre. Ghosti írja, hogy neki van nyugodj meg attól megnyugszol pólója, és olyan nekem is kellene, mert hogy mindig ezt szoktam mondani egyébként a kollégáimnak, amikor idegesek, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol. És az tök jó. Ilyen vicces feliratos pólóim egyébként nekem is voltak egy időben, a kedvencem az I need Wi-Fi pólóm volt, amivel egészen addig, amíg a mobilnet nem lett egyébként a tömegek számára könnyen elérhető, folyamatosan hatalmas nagy sikert arattam. Na. Közben Blink írja, hogy múzeumot lehetne nyitni a képregényeimből, de legalábbis egy kiállítósót, és egyébként igen. Tehát, hogy egy kisebb iskolányi gyereket le lehetne kötni ennyi képregénnyel. Ez egészen biztos. Köszönöm szépen, Bence. Köszönöm szépen, Kongfen. Na, egyébként megint az van, hogy ez az utolsó két tasak. És mi eddig, ugye ez volt a negyedik százas csomag, és megint az van, hogy valamelyikben vagy kevesebb van, vagy több van, mert hogy két tasak maradt, kartonból pedig hat. Tehát, hogy én most azt tippelem, hogy valójában nem volt 100 darab tasak a százas csomagban, és eddig még egyszer, tehát hogy ez a negyedik alkalom, hogy képregényt csomagolok, és eddig még egyszer sem volt arra példa, hogy pont annyi karton lett volna, ahány tasak. Úgyhogy megint át vagyok baszva. De eddig egyébként ez eddig a legnagyobb különbség. Tehát, hogy eddig általában az volt, hogy kettő vagy három tasakkal vagy kartonnal volt több, Most viszont négy, és azt hiszem eddig ez a legnagyobb különbség. És ezzel elérkeztünk egyébként az utolsó becsomagolandó képregényhez, ugyanis elfogytak a tasakok, közben Ghosti elköszönt tőlünk, úgyhogy Ghosti, nagyon szépen köszönöm, lehet, hogy már nem hallod, de nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál hozzánk ma este, és itt voltál velünk. Bízom benne, hogy nem volt túlságosan unalmas ez a stream senki számára, viszont konkrétan ezzel megcselekedtem, amit megkövetelt a haza, becsomagoltam közel 100 darab képregény füzetet, nem tudom pontosan, mert hogy valójában nem számoltam. Jaj, közben Jézus írja, hogy van neki egy szavazása, amit még pénteken váltott ki, amit most szépen be is pótolunk. Úgyhogy elindítom a szavazást, még például arról, hogy... Tehát, hogy arról, hogy legyen-e Among Us vagy Gartic Phone játék a jövő héten, hogyha jól értem, akkor erről kell szólnia a szavazásnak. Úgyhogy... valamiért azt írja nekem, hogy a content does not meet guideline. Mi a bajod? Valamiért nem hagyja, hogy szavazást csináljak. Na, ilyet még nem láttam. Megpróbálom újra. Nem tudom, hogy mi történt. Megpróbálom újra a szavazást.
Bocsánat, hogy itt bénázom. Kicsit megnehezíti a cica itt a dolgot, de most próbáljuk meg. Nem hagyja. Nem hagyja, hogy szavazást készítsek. Nem, egyszerűen nem értem, hogy mi történik, de kiírja, hogy nem felel meg a követelményeknek az, hogy beírom, hogy legyen-e Among Us vagy Gartic Phone játék a jövő héten, úgyhogy... ha beteszed a vagy szót, akkor az nem szokott tetszeni a Twitchnek, legalábbis Wintonnál mindig ez van. Oké, akkor teszek egy harmadik próbát is. Kis türelem. Nem adom fel. Megpróbálom újra. Közben hallgassátok, ahogy a cica az igazak álmát aludva ilyen dorombolós, horkolós ASMR-t nyomít nekünk a streamben. Ez az! Siker, úgyhogy lehet szavazni. Csak sikerült megoldanom ezt is. Szóval a kérdés ugye az, hogy a jövő héten legyen-e olyan stream, amiben valamilyen módon közösen játszom valakikkel. A két lehetőség az az Among Us, illetve a Gartic Phone. Őszinte leszek, én az Among Us-nak nem vagyok hatalmas nagy rajongója, játszottam már vele, de hogy engem nem ragadott annyira magával, mint a nagy tömegeket, a Gartic Phone-t pedig láttam, de egyelőre igazából fogalmam sincs, hogy hogyan kell játszani. De hogyha az a népakarat, akkor természetesen meghajlok a népakarat előtt, és szívesen csinálok olyan streamet, amiben akár más streamerekkel együtt játszom. Úgyhogy ha ez a közönségnek a szíve vágya, akkor én nem leszek ennek kerékkötője. Úgyhogy mindenkit arra biztatok egyébként, hogy nyomja meg a szavazás gombot. Nekem egyébként jelenleg azt írja, a Streamlabs, hogy 91 nézőm van, és eddig 22-en szavaztak, még van legalább másfél perc szavazni, úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy szavazzon. Minél nagyobb a merítés, annál nagyobb a valószínűsége, hogy olyan végeredmény születik, ami tényleg a csatorna igényeit fejezi ki. Közben pedig Raising the Dead Grape, nagyon szépen köszönöm a követést, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy segítettél a szavazás elindításában. Roppant múlt hálás vagyok a segítségért is, és azért is, hogy itt vagy velünk ebben a streamben. Demokrácia hátrányai ezek a szavazások. Hát pedig igen, tehát hogy ez van, ezen a csatornán bizony a demokrácia, azaz, hogy a többség akarata, a meghatározó erő. Ez itt nem liberális, meg illiberális, meg ki tudja milyen beláris demokrácia, tehát hogyha az jön ki a szavazáson, hogy több ember szeretné, hogy legyen valamilyen közösen végnyomott videójáték, akkor már pedig itt előbb-utóbb meg fog valósulni ez a dolog. Egyébként azt néztem, hogy ugye ne hamarosan kijön például PS4-re is az Among Us, és nem tudom egyébként, hogy vajon lesz-e átjárás a különböző verziók között, úgyhogy aztán PS4-re és PS5-re is kijött. Közben Saci írja, hogy ki akartam váltani egy random Funko figurát, erre nézem, hogy már nincs is. Ez azért van, mert valószínűleg idéglenesen kikapcsoltam azt a lehetőséget, de mindjárt visszakapcsolom én azt, mert hogy az kell, hogy legyen. Egy pillanat, azt is megnézem. És közben látom, hogy megszavaztátok, hogy legyen közös játék, úgyhogy nyilván ez nem csak rajtam múlik, de igyekszem akkor úgy alakítani a jövő hetet, hogy valamelyik nap, akár szombaton, vagy
A szombat tűnik a legvalószínűbbnek, de igyekszem akkor úgy alakítani a dolgokat, hogy a jövő héten legyen olyan stream, amiben valamelyik játékot kipróbáljuk. Úgyhogy 100%-ra nem tudom megígérni, mert tényleg nem csak rajtam múlik, de megpróbálom. És közben Saci kiváltotta a mutass egy random Funko figurát, úgyhogy hozok egy random Funko figurát, csodáljátok meg a Batman-es melegítő nadrágomat, meg adjatok nekem 10 másodperc, vagy egy picit több türelmet, és jövök. Na, vissza is tértem, nagyon szépen köszönöm, hogy Saci kiváltott a random Funko Pop figurát, ami a ma este nem más, mint Kratos a God of War-ból, és erről a figuráról egyébként azt kell tudni, hogy nyilván a PlayStation-ös God of War-nak a főszereplője, és méghozzá az új játékból, tehát hogy a God of War 4-ből lényegében, tehát hogy ez az új játék alapján mintázott Kratos figura, és benne is van egyébként egy protektorban, ez nyilván nem látszik a kamerán, de megmutatom, hogy ezt a Funko figurát is beleraktam egy külön műanyag protektorba, hogy ne legyen semmi baja a doboznak, és ennek is megvan egy olyan különlegessége ennek a Funko figurának, hogy jelen pillanatban ez is már többet ér, mint amennyiért én vásároltam, úgyhogy nem azt mondom, hogy őrületesen ritka figuráról van szó, de hogy semmiképpen nem lehet átlagos figurának nevezni, hogyha jól emlékszem, akkor valahol 30-35 dollár között van az értéke, ami azt jelenti, hogy megháromszorozódott az értéke, mióta kiadta a Funko és a Sony közösen, úgyhogy Kratos kezében egyébként a baltájával, az nem annyira látszik itt az ablakos dobozon keresztül, de hogy van egy nagyon frankú kis balta a kezében, ő a mai random Funko Pop figura, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad, Saci. Közben megérkezett hozzánk Gyula is, vagy legalábbis remélem, hogy megérkezett, és nem éppen nem távozóban van, viszont ugye mivel befejeztem a képregényeknek a csomagolását, ezzel lényegében véget is ért a mai program, és este 10 óra van. Őszintén elárulom nektek, hogy jó, Gyula nem most jött, és egyébként rémlik is, hogy már korábban is aktív volt a chatben, úgyhogy nem értem, hogy miért gondoltam azt, hogy most érkezett, de hogy ha esetleg még valakinek van bármilyen kérdése, vagy témája, amiről szeretne beszélgetni, akkor egyébként még maradhatunk, de alapvetően elmúlt 10 óra, nekem még mosogatnom kell, mert hogy megőrít ahhoz, hogyha úgy fekszem le, hogy nem mosogattam el, reggel pedig korán kell kelnem, úgyhogy alapvetően közben Gyula írja, hogy mégiscsak most jött, úgyhogy akkor fogalmam sincs, hogy kit hittem Gyulának, ne haragudj Gyula, de egyébként köszönöm szépen, hogy benéztél ezen a késői órán is. Szóval korán kellnem, meg mosogatnom kell. És igen, Jézus, mindenképpen ránézek a cuccra, amit küldtél egyébként Discordon a Geek Life-val kapcsolatban, csak elég sűrű volt a hétvégém, úgyhogy nem volt időm foglalkozni vele, de legkésőbb holnap egyébként meg lesz az eredménye a munkádnak, úgyhogy köszönöm szépen, nem feledkeztem el róla, és tényleg, tehát hogyha még szeretnének egy picit beszélgetni, akkor nem rohanok, mert annyira nem szeretek mosogatni, hogy itt hagyjam miatta a streamet. De alapvetően tényleg összecsomagoltam 100 képregényt, volt már random figura is, meg szeretném kialudni magam, mert nem feltétlenül sikerült ma reggelre víradulra se kialudnom magamat, mert korán keltünk, és aztán mentünk vidékre, ugye nyilván ez azt jelenti, korán keltünk, hogy felkeltünk 8-kor, ami azért vasárnap azt mondhatjuk, hogy viszonylag korán van. Úgyhogy szeretném is kialudni magam, és közben kiváltotta Gyula a mutass egy random Lego készletet, úgyhogy akkor egyelőre még nem megyünk sehova,
hanem hozok nektek egy random LEGO készletet innen valahonnan a lakásból. Kérek megint egy 10-15 másodperc türelmet, és jövök. Addig nézzétek, ahogy Oberon vizet kortyolgat. A ma esti random LEGO készlet pedig legyen az egyik legnagyobb kedvencem, a Saturn 5 rakéta, amit próbálok nektek úgy megmutatni, hogy látszódjon Oberontól, ami egy elképesztően csodálatos LEGO készlet. Egyrészt tökéletes LEGO formában megörökített lenyomata a Saturn 5 rakétának, aminek a segítségével a NASA és az Egyesült Államok eljutott a Holdra, és ennek a rakétának van egy olyan fantasztikus tulajdonsága, hogy nem csak így össze lehet rakni, és úgy néz ki, mint az eredeti űrjármű, hanem konkrétan ezt a rakétát szét lehet szedni, és el lehet vele játszani konkrétan a különböző fokozatokat, amivel eljutott az űrbe. A tetejébe el lehet, benne van egy, a tetejébe be lehet rejteni a leszálló egységet, a Holdra, meg a visszatérő egységet. Szóval ez nem csak egy csodálatos dísz egyébként, hanem mindig el szoktam mondani, hogy a szóba kerül ez a LEGO készlet, hogy ez a LEGO készlet gyakorlatilag akár oktatási célokra is használható, ugyanis tényleg tökéletesen el lehet vele mutogatni, hogy a NASA hogyan juttatott elsőként embert a Holdra. És tényleg minden megvan hozzá. A tetején ott van a mentőrakéta, és jól írja Miguel, és tényleg benne van a visszatérő egység, és egyrészt hatalmas, nagyon szépen néz ki kiállítva, és tényleg, most nem állok neki szétszedni, de ott tényleg szépen fokozatosan le lehet róla szedni a fokozatokat, ahogy leváltak róla, meg minden, és fantasztikus. Tehát, hogy szerintem ez a Saturn 5 még a most kiadott Discovery űrsiklónál is jobb. És ha van, nyilván benne van a top 10 kedvenc LEGO szettem között ez a készlet, és ugye ezt Miguellel idén lesz 4 éve, hogy tavasszal megvásároltuk, és azóta is elképesztően büszke tulajdonosa vagyok, viszont ezt most nem hagyom itt az asztalon, hanem visszarakom a helyére, úgyhogy ez volt a mai random LEGO set, a NASA féle Saturn 5 rakéta, ami az emberiség történetében először juttatott el embert a Holdra. Úgyhogy most kilövés következik, és szépen a Saturn 5 rakétával visszarepülünk a helyére. Na kérem, közben Timi írja, hogy nekem lenne egy kérdésem, azt tudom, hogy az elmúlt években az utazásaid során sok fankóra tettél szert, most, hogy nincs külföldre utazás, honnan szerzed be a fankókat? Szoktál magyar oldalról is rendelni? Igen, szoktam, tehát hogy igen, valóban a fankó figuráimnak a jelentős részét azt a külföldi utazásaim során szereztem be, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam egyébként külföldről fankót rendelni, általában szoktam vizslatni a különböző hazai webshopoknak a kínálatát, és ott szoktam lecsapni olyan példányokra, amiket szeretek, és szoktam vásárolni az IGN-nek a webshopjából, szoktam vásárolni a fantasymania.hu-ról, szoktam vásárolni a Geekstore-ból, illetve szoktam vásárolni a Hero Team-nek az oldaláról is. Nyilván ezeket most nem feltétlenül tudod lejegyzetelni, Timi, de hogyha fönn vagy a Discordon,
a Discord szerverünkön, akkor megígérem, hogy a figurás csatornára a streamet követően beírom neked, hogy milyen linkekről szoktam Magyarországról Funko figurákat vásárolni. Blinky kérdezi, hogy melyik a legnagyobb Lego szetted, ami meg is van, össze is van rakva. Blinky, nagyszerű ez a kérdés, és meg is tudom neked mutatni. Ez itt a legnagyobb Lego szettem, ami nem, ez konkrétan, ez a csillagromboló a legnagyobb Lego szettem, és ennél nagyobb nincsen, olyan sincs, ami esetleg nincsen összerakva. Tehát, hogy itt ez itt egy nagyjából 4600 alkatrészből álló hatalmas nagy csillagromboló, úgyhogy ez itt a Lego gyűjteményem ennek a legnagyobb darabja. Nem ez a legnagyobb kedvencem, de egyértelműen ez a legnagyobb, ami az én gyűjteményemben található. Közben Miguel írja a Saturn 5 rakétával kapcsolatban, hogy ennek a szetnek a belsője legózás szempontjából is zseniális, mindenféle színkombinációk vannak belül, hogy az ezernyi elemet átlásd. Egyébként igen, viszont ez a megoldás, hogy a Lego szetteknek a belsejében az ilyen nagy készleteknél ilyen tökre megszokott egyébként, hogy mindenféle különböző színek vannak, hogy amikor építesz, akkor ne zavarodj abba bele, hogy rakod össze a szettet. Egyik legérdekesebb példa erre, hogy ugye van a Lego Batwingem, amit tavaly vásároltam, és abban például vannak a rózsaszín szív alakú alkatrészek. Úgyhogy a Lego egyébként nagyon ügyesen, nem csak hogy a Lego szettek elképesztően jól néznek ki, amikor össze vannak rakva, de hogy a Lego borzasztóan nagy odafigyeléssel tervezteti meg a szetteket, ami többek közt azt is jelenti, hogy úgy van felépítve az építési útmutató meg minden, hogy a színek segítségével élmény az építés, és nem olyan, tehát hogy azt segítik a különböző színek, a citromsárga, a piros, a kék, a rózsaszín, a zöldek, amik kívülről nem látszanak, csak belülről, azt segítik építés közben, hogy tök jól el tudjál igazodni, és ne rontsd el az építési folyamatot. Közben Gyula írja, hogy zseni az a dupla hely megoldás, amivel elérték, hogy ilyen szép kör alakú legyen a tartály része. Ez is abszolút igaz. Tehát, hogy a Lego Saturn 5 rakéta az minden szempontból szerintem egy abszolút kiemelkedő Lego készlet. Az egyik legjobb Lego set, amit az elmúlt 10 évben összeraktam. És legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este velem, megnéztétek, hogy milyen az, amikor képregényemeket csomagolok össze, meg adtatok jutifalatot Obikának, kiváltottátok a random Funko figurát, kiváltottátok a random Lego szettet, gyakorlatilag majdnem 2,5 óra hosszán keresztül hallgattátok azt, hogy képregényekről hadoválok, úgyhogy újfent nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok vasárnap este, szavaztatok is, úgyhogy abszolút tartalmas streamen vagyunk túl, illetve nyilván más nem maradt más hátra, mint hogy nyomjatok nekem tippeket, hogy ma este kit raideljünk. Nyilván például Miguel éppen nem raidel, úgyhogy ő hozzá nem tudunk átmenni, de megnézem én is egyébként a telefonomon, hogy kik aktívak, és de közben várom egyébként a tippeket. Azt nézem egyébként, hogy Jubiska, Csonti, Pingedli is streamelnek, úgyhogy legyen az, hogy menjünk át Pingedlihez. Nála még úgysem voltunk soha. Tehát, hogy őt még nem régyeltük meg soha, úgyhogy akkor most magamra veszem ezt a nemes feladatot, hogy kiválasszuk, hogy ki legyen a következő ember, akinél folytathatjátok az estét, és akkor legyen Pingedli. És igen, látom Jézus, hogy mondta totut, de akkor őt hagyjuk meg legközelebbre, és megnyomtam a rédet, elindult a visszaszámláló, további jó szórakozást kívánok a vasárnap estétekhez, mármint a maradék részéhez, mindenkinek azt kívánom, hogy könnyed hétfőre
ébredjetek, és kellemes hetet és jó éjszakát. Sziasztok! Köszi szépen, hogy itt voltatok!